Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Molnár István Jenő vagyok, és a Magyar Labdarúgó Szövetség felkérésére az a megtiszteltetésért, hogy a mai napon én beszélhetek a bűnmegelőzés, a gyermekvédelem és a sport kapcsolatáról, azon belül is kifejezetten a labdarúgás és a bűnmegelőzés kapcsolatáról. Elsősorban néhány szót mondok magamról annak érdekében, hogy bemutathassam, hogy miért én tartom és miért engem kért fel az MLS erre a megtisztelő feladatra. 2008-ban fejeztem be a rendőrtiszti főiskolát, és a budapesti rendőrfőkapitányság harmadik kerületi kapitányságán kezdtem el dolgozni vizsgáló nyomozóként, amelynek során több fiatalkorú elkövetővel találkoztam. Néhány év elteltét követően úgy éreztem, hogy a bűn üldözés az nem tud annyi sikert adni számomra, mint a bűn megelőzés, ezért kerestem annak a lehetőségét, hogy a bűnmegelőzés területére kerülhessek, így aztán 2014-ben a Belügyminisztérium nemzeti bűnmegelőzési tanácsához kerültem, ahol többek között a nemzeti bűnmegelőzési stratégia kidolgozásáért és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásáért feleltem. Amikor bekerültem a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz, az akkori főnököm, dr. Hatala József tábornok úr, rendkívül örült annak, hogy nem csak egy fiatal rendőrkollega érkezett az Egyesülethez, a testülethez, hanem egy olyan személy is, aki akkor már sportolókkal foglalkozott, hiszen ebben az évben már harmadik éve dolgoztam labdarúgó edzőként. Azonnal megkaptam feladatként tábornok úrtól azt, hogy próbáljam meg összekötni a sportot, mint hasznos szabadidő eltöltés, és a prevenció, mint az Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács fő feladata. Ezt a két feladatot fogjam közre, és próbáljam meg kidolgozni kollégákkal együtt azt a módszertant és azt a lehetőséget, hogy tulajdonképpen a leendő edzők, testnevelő tanárok képzésébe ez a tudásbázis beépülhessen. A kapcsolódási pont innen eredeztethető, 2016 és 17-től folyamatosan tanítottuk, volt kolléganőmmel, Diószegi Judittal, azt a tantárgyat, amelynek keretében tulajdonképpen kialakult az a tudásbázis, amelyet a ma itt átadok a webinár keretében. Ha valakit ez a témakör mélyebben érint, akkor a Molnár-Diószegi páros nevére rákeresve az interneten, esetleg még hozzá beírva azt, hogy bűnmegelőzés egy ingyenesen letölthető PDF tanulmányt talál, amelyben részletesen kifejtjük azt, amiben ma egy picit rövidebben, de bepillantást nyerhetünk. Emellett a Magyar Labdarúgó Szövetség felkért arra is, hogy egy rövidített jegyzetet készítsek, ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség számára átadtam, reményeim szerint ez mindén több, kollégához fog eljutni. A bűnmegelőzés és a labdarúgó edzősködés tehát kéz a kézben járt az életemben az elmúlt években. Így jutottunk el a mai napig, amikor is arról beszélhetek nektek, önöknek, hogy miért is fontos a labdarúgó edzőnek e témakörrel is sok más minden mellett foglalkoznia. A mai nap témái között sok mindenre ki fogunk térni, Első körben természetesen azt fogjuk definiálni, hogy mi is az a bűnmegelőzés. Sokan sokféle dolgot gondolnak róla, sokféle stereotípia, asszociációs tényező van a fejünkben, ami a bűnmegelőzés szó alattán eszünkbe jut, de ezt egy picit tisztázni érdemes, hogy a XXI. században mi is minősül valóban hatékony prevenciós tevékenységnek. Furcsa, amit mondok, de talán ennél sokkal fontosabb, hogy megismerjük azokat a fiatalokat, akikkel dolgozunk, és hogy tudjuk azt, hogy milyen jellemzőkkel bírnak. Ez teszi azt majd lehetővé, hogy mint labdarúgóedző, és esetleg az a mentor, modell, példakép, aki fókuszál prevenciós célkitűzésekre is, tudjon bánni a gyerekekkel. Ezzel kapcsolatosan meg annyi előítélet van a fejünkben, hogy milyenek a mai Z generációs és Alfa generációs fiatalok, ezeket fogjuk egy picit hosszabban boncolgatni. A fiatalok generációs jellemzőit követően megnézzük azokat, hogy milyen eszközökkel tudjuk mi a sportpályákon a prevenciót kivitelezni, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség senkitől sem várja el azt, hogy egy az egyben prevenciós szakemberré váljon, viszont módszereket, tanácsokat és gyakorlatokat fogok arra vonatkozóan bemutatni, hogy mégis a mindennapokban hogyan lehet erre fókuszálni. A leges legvégén pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mikor célszerű beavatkozni az edzőnek, milyen lehetséges tematika mentén, és természetesen egy picit majd bepillantást nyerünk a gyermekvédelmi jelzőrendszerbe is, amely kötelezettségként írja elő számunkra, hogy foglalkozzunk ezzel a témakörrel is. De nézzük meg most, hogy mit jelent a bűnmegelőzés valójában. Amikor belépek egy terembe és azt mondom, hogy bűnmegelőzési foglalkozást fogok tartani, akkor általában azt várják a hallgatók, az előadás résztvevői, hogy jön egy rendőr, aki különféle felvilágosító órát fog tartani nekik, alapvetően képeket bemutatva arról, hogy mi történik akkor, ha valaki kábítószert fogyaszt, különféle intelmekkel látja el a hallgatóságot. Valóban ez is a bűnmegelőzésnek egy része. A másik asszociációs mező, hogy a saját életünkre gondolunk, és azt mondjuk, hogy bűnmegelőzés az is, amikor zárjuk a bejárati ajtót, amikor élesítjük a riasztót, amikor videokamerákat szerelünk fel a lakókörnyezetünkbe, vagy ugyanezt az önkormányzat teszi meg és próbálja megvédeni a vagyoni és egyéb testi épségünket, életi, élettel kapcsolatos épségünket. A bűnmegelőzés azonban ma már nem csak erről szól. Még kevésbé szól arról, amiről szólt valamikor a 90-es évek közepén, és talán még a 2000-es évek elején is, amelyet úgy foglalhatunk össze, hogy az elrettentés eszköze az idejét múltá vált. Az elrettentésen alapuló bűnmegelőzés filozófiája már nem elég hatékony. Tudjuk azt, hogy amennyiben csak arról beszélünk. A fiataloknak, hogy mit nem szabad. Ha tiltással próbáljuk meg őket rávezetni, hogy mely cselekményektől, mely magatartásoktól tartózkodjanak, az valószínűleg nem fog eredményt szülni, sőt, bizonyos esetekben kontraproduktív is lehet, hiszen bizonyos témakörökben felkeltjük az érdeklődéseket, illetve tudjuk, hogy a pubertáskorban alapvető válaszreakció a szülőtől, a felnőttől érkező intelemre a csak azért is attitűd, ezért elképzelhető, hogyha valamit tiltani akarunk, akkor azt annál inkább szeretné a fiatal kipróbálni. A bűnmegelőzés kapcsán ugye az első dián úgy fogalmaztam, hogy nézzük meg, hogy mi fánterem a bűnmegelőzés. A Ádám és Éva történetéből levezetve azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem közelíthető meg a fa és a tiltott gyümölcs leszakításának eseményéből a bűnmegelőzés, hiszen ott is azt láthattuk, hogy a történetiségünk, az, az eredet történetünk kiinduló pontján sem volt már elég Ádám és Éva részére az, hogy Isten csak annyit mondott, hogy ne egyetek erről az almafáról. Ha tehát nem magyarázzuk meg azt, hogy miért nem szabad valamit Megtenni. Illetve nem járjuk jól körbe azt a gyerekekkel, hogy mit miért szabad, mit miért nem szabad, minek milyen következményei lesznek, akkor valószínűleg nem fogunk tudni eredményesen kommunikálni velük. A bűnmegelőzés vonatkozásában, ha egy picit exaktabb definíciót szeretnénk, kapni, akkor azt mondhatjuk, hogy nehéz helyzetben van valamennyi prevenciós szakember. Nincs rá egy olyan definíció, amely taxatív módon fel tudná sorolni, hogy mely tevékenységek tartoznak a prevenciós eszközök közé. Ezért valamennyi fogalom alkotó a célok oldaláról közelíti meg a bűnmegelőzés fogalmát, azaz azt mondja, hogy minden olyan tevékenység bűnmegelőzési tevékenységé válik, amelynek célja az áldozattá, illetve az elkövetővé válás megelőzése, valamint bizonyos esetekben hozzá szokták fűzni azt, hogy a szubjektív biztonságérzet növelése is egyfajta prevenciós tevékenység. Miért lehet a harmadik is szerves része ennek a feladatrendszernek? Elsősorban azért, mert a média torzító hatására azt gondoljuk, hogy a 21. században a, az élet annyira megváltozott, és annyira rossz irányba indult el, hogy itt már bizonyos szektorokban, bizonyos életkorokban az emberiség menthetetlen jövő előtt áll. Ez természetesen nem igaz. Ahhoz hogy mi biztonságtudatos felnőtteket tudjunk nevelni, ahhoz meg kell értetnünk a fiatalokkal azt, hogy a biztonság megteremtése, tehát az ő szubjektív biztonságérzetük, amit a környezetükről gondolnak, abban egyrésztről feladatuk van, tehát nem várható el az a régből gyökerező, gondolatiság, hogy mindent majd az állam, a rendőrség és a különféle intézményrendszerek látnak el. Tehát nekünk is van feladatunk a saját mikrokörnyezetünkben a biztonság megteremtésének, Másrésztről pedig azt is látni kell, hogy a 21. században a világ nem lett annyival rosszabb, mint amit gondolunk. Ha egy picit visszatekintünk a történelmi tanulmányainkra, akkor láthatjuk, hogy korábban az ember élete nem sokat ért. Akár csak 200 évvel is visszautazunk az időben, azt láthatjuk, hogy földesurak, jobbágyok, különféle háborúk esetében tulajdonképpen az ember élet mit sem ért. És ha már a mai óra a fiatalokról szól, akkor itt érdemes megígézni, hogy korábban a fiatalok érdekeit sem vették annyira figyelembe. Gondoljunk egészen az ókortól az ipari forradalmak kirobbanásáig terjedő időszakra, mindannyian tudunk olyan emlékeket felidézni történelmi tanulmányainkból, amelyek azt erősítik meg, hogy a gyermekek élete és a gyermekekkel való foglalkozás nem volt elsődleges szempont a mindennapokban. Kerezsi Klára asszony, aki kriminológusként dolgozott az elmúlt 30 évben Magyarországon, írt az egyik tanulmányában arról, hogy sajnálatos módon még az állatvédő ligák is előbb alakultak meg, mint a gyermekvédő ligák. Olyannyira igaz ez, hogy az Egyesült Királyságban egy gyermekek jogait, gyermekek érdekeit védeni kívánó személy az állatvédő ligához fordult egy olyan család ügyében, ahol a szülők folyamatosan verték a gyermeket, mondván, hogy úgy válnak ezzel a gyermekkel, mint egy állat, és ezért lépjen már közbe az állatvédő liga. Ennek a közbenjárásnak az eredménye lett az, hogy az 1800-as 1800 évek végén megalakult Nagy-Britanniában az első ilyen gyermekvédő liga, gyermekvédő szervezet. Tehát összességében összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a bűnmegelőzés célja egyrésztről az, hogy a gyerekek, Fókuszba állítva, hogy a gyerekek ne váljanak áldozattá, ne váljanak elkövetővé, és ezzel párhuzamosan pedig olyan felnőtté váljanak, akik tisztában vannak azzal, hogy van felelősségük a körülöttük lévő környezet alakításáért, annak biztonságának megteremtéséért. A dián jobb oldalon a kis ábrában láthatunk három kifejezést, amit a New Yorki Gyermekjogi Egyezményből vettem ki. Ebben láthatjuk, hogy első helyen áll az a követelmény, amely arról szól, hogy a gyerekekről gondoskodni kell, az ő ellátásukat biztosítani kell. Természetesen nagyon fontos a védelmük, ami, ami minden lehetséges beavatkozás magába foglal, amely az ő biztonságuk megteremtéséért kerül foganatosításra. De ennél fontosabb, illetve ezekkel egy időben nagyon fontos az, hogy a részvétel gondolatiságát ne felejtsük el. Ez azért lesz rendkívül fontos, mert a 21. században azt látjuk, hogy a gyerekekkel a kommunikáció nagyon nehéz. Az a régi tiszteleten alapuló társadalmi berendezkedés, amelyben az idős a fiatalhoz képest tulajdonképpen koránál fogva Kivívta a tiszteletet, az ma már nem biztos, hogy minden esetben működik. Ezért válik rendkívül fontossá az, és erről nagyon sokat fogunk beszélni az előadás további részeiben, hogy minden esetben próbáljuk meg bevonni a gyerekeket a közös gondolkodásba. Leginkább ma, egy kicsit előre szaladva, de leginkább ma ez hiányzik a gyerekek életéből, hogy meghallgassák őket, hogy véleményt formálhassanak hogy kimondhassák a saját gondolataikat, érzelmeiket. Ebben ráadásul Magyarországon egy picit hátrányban vagyunk, hiszen a sokat kritizált iskolarendszer sok esetben arra nevel bennünket, hogy nem merjünk megszólalni. Ülünk az iskolakpadban, zajlik a frontális oktatás, ahol az előadó átadja az információkat, de tulajdonképpen vélemény és tapasztalat cserére nem kerül sor. Nem hallgatjuk meg őket sok esetben arról, hogy mit gondolnak az adott témakörről. Ebben az a legrosszabb, hogy azáltal, hogy nem hallgatjuk meg őket, nem alakul ki bennük rengeteg olyan képesség és készség, amire az életben szükségük lenne ahhoz, hogy társadalom hasznos tagjaivá váljanak, és hogy ne váljanak elkövetővé vagy áldozattá. Mire gondolok itt? Megtanulni, érvekkel vitázni. Megtanulni az érzéseinket, a gondolatainkat kifejezni. Megtanulni, meghallgatni a másikat, elfogadni a másik véleményét, vagy legalábbis végig gondolni azt, hogy miről beszél a másik. Tehát rendkívül fontos az, hogy a fiatalok bevonása megtörténjen. Ezt mint labdarúgóedző is tudom tanácsolni, hiszen én sokszor azt tapasztaltam és láttam, hogy az edzők nem nagyon mernek visszajelzést kérni a fiataloktól. Pedig rendkívül fontos lenne, hogy megkérdezzük őket, hogy ők mit látnak, mit éreznek, mit élveznek a labdarúgópályán. Egy saját esetet szeretnék itt elmesélni, amely engem rávilágított arra, hogy nagyon fontos a fiatalok megszólítása. Tíz évvel ezelőtti Esetről beszélünk körülbelül. Az első saját csapatom volt, ahol vezetőedzőként tevékenykedtem, és pár fordulót követően úgy döntöttem, hogy egy kérdőíves valami keretében meginterjúvolom a fiatalságot, hogy mennyire élvezik az edzéseket, milyen feladatokat hiányolnak, miket szeretnek igazán, miből tegyünk bele többet az edzésekbe. Volt egy olyan kérdés, hogy mit hiányolnak. A mindennapokból, és otthon, amikor kielemeztem ezeket a kérdőíveket, akkor a sokadik játékostól kaptam azt a választ, hogy nincsen játék. Nem értettem ezt a kritikát, hiszen akkor végeztem a licensszeket, különféle tanfolyamokat, és mindenhol azt tanultam, hogy kell a labda a gyakorlatokba, úgyhogy mi nem végeztünk már labda nélküli gyakorlatokat, nem végeztünk olyan száraz, monoton, feladatokat, amelyekről úgy gondolhatnám én felnőttként, edzőként, hogy az ne lenne játék. Hétvégén kielemeztem a válaszokat, és tulajdonképpen egyöntetűen azt a megállapítást kellett tennem, hogy mindannyian tulajdonképpen hiányolják a játékot. Úgyhogy bementem kedden az öltözőbe, és kérdeztem a srácokat, hogy miért, miért írták ezt? Hiszen folyamatosan labdával végzünk minden gyakorlatot és tulajdonképpen akkor kellett szembesülnöm vele, hogy számukra a játék csak és kizárólag az a jelenet, amikor két kapus, két kapu, nagyjából azonos létszám és mérkőzésszerű módon futbalozik. Ez ma már magától értetődő, mert az új MLS Grassroots alap UFOC tanfolyamokon ezt már tanítják, hogy a mérkőzésjáték mennyire fontos részét képezi az edzésnek. Akkor, amikor én ennek neki láttam és elkezdtem, akkor még ez nem volt ennyire hangsúlyos. Úgyhogy a saját példámon kellett, a saját hibámon keresztül kellett megtanulnom azt, hogy nagyon könnyen félre lehet a kommunikáció. Miért van szerepe a sportnak, a labdarúgásnak a bűnmegelőzésben? A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia, amely egy kormány határozat 2013-ban került elfogadásra, több prioritás mellett kiemelten foglalkozik a gyermek és ifjúság védelemmel. Ahogy a bevezetőben már említettem, amikor megérkeztem a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz, tábornok úr nagyon örült annak, hogy rendőr és edző vagyok. Hiszen a Nemzeti Bűnmegőrzési Stratégia tartalmazott egy olyan pontot, amelyben a szabadidő hasznos eltöltésére próbálta meg a fókuszt irányítani. Valahogy úgy szólt a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia, hogy az elsődleges, másodlagos szocializációs szinterek nagyon fontosak a gyermekek fejlődésének életében, és ennek kiemelt része az, hogy amikor nincs a gyermek a családdal, amikor nincsen az intézményben, tehát szabadidővel rendelkezik, akkor mit fog tenni, hogyan fog cselekedni. Azt láthatjuk, hogyha bűnelkövető oldalról vizsgáljuk az egyes magatartásokat, hogy nagyon sok esetben a fiatalok akkor követnek el deviáns cselekményeket, jogsértő, adott esetben a bűncselekményi tűrés határt elérő cselekményeket ha céltalanok a hétköznapokban, ha az a szabadidő, ami rendelkezésre áll, nincs kellőképpen megszervezve számokra. Tulajdonképpen, ahogy a kisgyerekeknél azt mondjuk, hogy kell egy általános napirend, amelyhez tudja igazítani az életét, ez a nagyobbaknál sok esetben már hiányzik. Nincs meg az a zsinórmérték, amelynek mentén nap mint nap élni tud, így aztán elindul a céltalan lődörgés, ráadásul hihetetlen mennyiségű hormon dúl bennük a pubertás és prepubertás időszakában, keresik és vágyják az izgalmakat, az élményeket, így aztán sokszor milyen cselekmények válnak élményé, hát amik egy picit feszegetik a határokat, például összefirkálni egy falat, amit hívhatunk grafitinek, vagy ne adj Isten letörni egy visszapillantó tükröt, mekkora buli ez. Sőt, itt jegyzem meg, hogy 2014-ben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács végrehajtott egy kutatást olyan fiatalkorúak el, olyan fiatalkorú elkövetők körében, akik betöréses lopásért kerültek javítóintézetbe, és sok esetben az a válasz érkezett, hogy nem a vagyoni haszonszerzés miatt követték el a bűncselekményt, hanem mert keresték az élményt. Tehát a sport és a bűnmegelőzés itt kapcsolódik először és leginkább, hogy a sport egy olyan szokássá válik a fiatalok életében, ami hosszú-hosszú évekre zsinórmértékként szolgálhat. A sport ezen túlmenően. Képes arra, hogy önmagában fejlesszen olyan szociális skilleket, kompetenciákat, amelyek szintén szükségesek ahhoz, hogy egy gyermek biztonságtudatos, hasznos tagjává válhasson a felnőtt társadalomnak. Mire gondolok itt? Ilyen például az egymásra figyelés. Megtanul a gyerek a focipályán versenyezni. Megtanul veszíteni. Megtanul együttműködni a társakkal. Megtanul megtanulja tisztelni a saját csapattársait, az ellenfeleket, a szülőket, a játékvezetőket. Tehát találkozik olyan, olyan magatartási formákkal, amelyek később az életben nagyon fontosak lesznek. Hiszen ha párkapcsolatában ő képes a konfliktusokat feldolgozni, képes meghallgatni a másikat, akkor nem biztos, hogy olyan könnyen széthullik egy család ha megtanul veszíteni, akkor egy szakítást követően nem biztos, hogy az alkoholhoz, a kábítószerhez, egyéb önsorsrontó megoldásokhoz nyúl. Ha megtanul konfliktusokat kezelni, akkor lehet, hogy egy hétvégi buliban, itt most gondoljunk még a fiatalokra, nem fog rögtön ütni, hanem előtte végig gondolja, hogy a cselekményének milyen következményei lehetnek. A labdarúgás és valamennyi sport ebből a kiindulási alapból eredeztethetően kiváló prevenciós eszköz már önmagában is. Ha egy picit sportszakmai, vagy még inkább futballszakmai szempontból nézzük, akkor érdemes megvizsgálni, hogy mit is tanítunk a focipályán. Alapvetően azt tanítjuk a gyereknek, hogy amikor megkapja a labdát, akkor monitorozza a játékhelyzetet, és mérje fel, hogy mi a jó megoldás. Passzolja a társának? Kezdjen el cselezni, vezesse a labdát, lőjön kapura, próbáljon meg egy hosszabb indítással, forduljon vissza és passzolja hátra. Attól függően, hogy milyen nyomás alá helyeződik a játékos, attól függően kevesebb, kicsit több idő áll rendelkezésére, hogy ezt a döntést meghozza. De miről is szól itt az oktatási folyamat? Arról, hogy megtanulja a gyermek azt, a játékos elsajátítja azt a képességet, hogy a másodperc tört része alatt ő felmérje az összes lehetséges megoldási lehetőséget, ennek megfelelően döntsön, e majd ezt a döntést kivitelezze. Ha megnézzük az élethelyzeteket, hasonló metodikával találkozhatunk. Ott lesz az az U18-as játékos, akit már elhívnak az osztálytársai buliba. Fölmennek a lakásra, elkezdenek kiszogatni. Teljesen természetes hétköznapi folyamat, 17-18 éves fiúk egy buli előtt alkolt fogyasztanak. Ott van az érintett játékos. Neki ott, ha nem is a másodperc tört része alatt, de ott monitoroznia kell az élethelyzetet. Mennyit iszok? Mit fogadok el? Én is csatlakozom-e oda? Monitoroznia kell, hogy az egyes döntéseinek milyen következményei lehetnek, és ebből neki választania kell. Ugyanez, ha még egy picit veszélyesebb élethelyzetet králunk, képzeljük el azt, hogy ebben a társaságban már valaki túlítta magát. Már észlelhetően nincs teljesen magánál, de a társaság szeretne megindulni a szórakozó helyre élethelyzet, megint csak monitorozni szükséges a gyerekeknek azt, hogy most akkor elvigyük őt magunkkal, mert majd kiózanodik a levegőn, majd adunk neki vizet, és minden rendben lesz, vagy hagyjuk inkább itthon, és kipihenni magát, holnapra már semmi kutya baja nem lesz. Általában sajnos ilyenkor azt a megoldást szoktuk, szokták választani a fiatalok, hogy vigyük magunkkal, aztán majd kiózanodik. Igen ám, de ez az esetek túlnyomó többségében nem jön össze. Újabb élethelyzet. Itt vagyunk a diszkó előtt. Na most akkor itt hagyjuk? Fölmerjük hívni a szülőt, hogy jöjjön érte? Hívunk neki egy taxit? bevállalja -e valaki, hogy most ezúttal ő nem jön be a diszkóba, és itt marad vele, vigyáz rá? Vagy hogyan járjunk el? Tehát magyarul, amikor oktatjuk a labdarúgást, akkor tulajdonképpen egy olyan módszertant is adunk a gyerekek kezébe, amelyek később az életben is tudnak boldogulni. Fontos ugyanakkor szerintem, hogy önmagában csak az, hogy sportolunk, még nem fog prevenciós tartalmú üzenetté válni. Az én meglátásom szerint, és az én üzenetem az irányatokba az, hogy próbáljatok meg szenzitív módon figyelni arra, hogy bizonyos játékhelyzeteket összetudjatok kötni élethelyzetekkel. Ha például van egy sorverseny, és abban úgy látjátok, hogy valaki cserben hagyja a másikat, akkor próbáljuk meg egy élethelyzettel ezt összekötni a gyermek számára. Minél nagyobb életkorról beszélünk, annál direktebb módon lehet arról beszélni, hogy tulajdonképpen ebben a sorversenyben az volt látható, hogy te cserben hagytad a társadat. Ott hagytad. Mi történik akkor, hogyha hétvégén megyünk egy buliba? És ha erről 5 percet beszélgettek, 10 percet beszélgettek edzés végén, akkor tulajdonképpen, akkor tulajdonképpen már bűnmegelőzést végeztetek. A bevezetőben említettem, hogy fontos részét képezi az előadásnak az, hogy beszéljünk a fiatalokról. Fontos látni, hogy velük kapcsolatosan meg annyi sztereotípia él a fejünkben, elsősorban negatív gondolatok. Honnan is kell indítanunk? Az eddig, az eddig elmondottakkal ellentétben egy pici nehézségben ütköző, nehézségbe ütközünk akkor, ha a dián látható ábrára tekintünk, amely tulajdonképpen a négy évente megismétlődő ifjúság kutatásból került kivágásra, ez a legfrissebb 2020-as adatokat dolgozza fel. Abban a jegyzetben, amit írtam, abban még a 2016 as adatok voltak, ott azt láthattuk, hogy a sportolás már csak a hatodik helyen van a gyermekek életében. Sajnos közvetlenül a nem csinálok semmit, csak úgy el vagyok kategória mögött. A sportolás 2020-ra még inkább háttérbe szorult. Persze ebbe egy kicsit benne lehet a pandémia okozta bezártság érzése, illetve az árások tényleges következménye is lehet ez. Azt látnunk kell, hogy van egy olyan küldetésünk is, hogy a gyerekekkel ezt a sportolási kedvet, szeretetet megértessük, átadjuk nekik azt, hogy mennyire fontos az, hogy a hétköznapokban nem csak egészségtudatosság miatt, hanem egy közösség tagjaként próbáljanak meg sportolni. Tehát első körben láthatjuk, hogy a fiatalok cselekvési szokásai átalakulnak. Másodszorban azt láthatjuk, hogy komoly kritikákat kapnak mindenhonnan. Ezeket a mémeket az internetről szedtem össze, és azokat a stereotípiákat gyűjti csokorba, amelyekkel a gyerekek nap mint nap találkoznak. Bezzeg a mi időnkben még nem ez volt. Mi még sárkány teregettünk, ti már csak szelfiket készítetek. Számotokra csak a Facebook, az Instagram, a TikTok létezik. Nektek már a felhő az valami online tér, amelybe zenéket és képeket és egyéb dolgokat lehet feltölteni. De ez az általánosítás, ez így önmagában nem igaz. Nem minden Z-generációs és nem minden alfa-generációs gyerek ilyen. Nem lehet azt mondani, hogy ez általánosságban és kizárólagosan csak rájuk igaz nem lehet azt sem mondani, hogy ne lennének kivételek. Tehát fontos megvizsgálni azt, hogy a fiatalok valójában milyenek, és még fontosabb azt látni, hogy miért ilyenek. A sztereotíp gondolkodásunkat mutatja az is, hogy az elmúlt egy évben én most már több mint 30 tanfolyamon tartottam gyermekvédelmi képzést, ahol az esetek többségében egy Mentiméter nevezetű alkalmazással egy online felületen keresztül próbáltam meg kinyerni az edzőkből azt az információt, hogy mit gondolnak a fiatalokról. Volt, ahol ezt offline módon szóban végeztük el, volt, ahol táblára írtuk. A levonható konklúzió az az, hogy sajnos mi edzők is általában a negatív dolgokat látjuk a gyerekekben. Úgy gondoljuk, hogy figyelmetlenek, Tiszteletlenek, nem kitartóak. Nagyon fontos ugyanakkor azt minden edzőnek végig gondolnia, hogy tud-e így hatékony és hasznos munkát végezni. Ha egy lakatos, ha egy üvegfújó szakember nem ismeri a vasnak vagy az üvegnek a pozitív és negatív tulajdonságait, akkor kizárt, hogy abból remek művet hozzon létre. Ha mi edzőként, és ez egy kicsit furcsán ható hasonlat, a mi munkaeszközünk a gyermek. Mi nap mint nap őket próbáljuk meg valamilyen módon formálni. Ha mi nem tudjuk, hogy nekik milyen értékeik vannak, akkor nem fog működni az együttműködés, nem fog működni az edzői munkánk. Az első kérésem és intelmem felétek irányotokba tehát az, hogy bár a táblán és a dián látható magatartások túlnyomó többsége valóban megjelenik a hétköznapokban, valóban látjuk ezt a gyerekeken, ennek ellenére tegyétek meg nap mint nap, hétről hétre, hogy mantrázátok magatokban a gyerekek pozitív tulajdonságait. Ezek a gyerekek nagyon szeretnek gondolkodni, vágynak a figyelemre, vágynak a már említett bevonódásra. Vágynak arra, hogy feladatot, felelősséget kapjanak. Nagyon gyorsan tudnak megoldani élethelyzeteket, kiigazodnak az online világban, amelyben mi sokszor tulajdonképpen vakon mozgunk. Vágynak minden olyanra, amire egyébként a 20-30-50 évvel ezelőtti gyerek is. De ezt muszáj mantrázni magatokban, mert a következő következményeket tapasztalhatjátok majd. Egyrésztről hamar kiégett edzővé váltok, és ha egy edző kiég, akkor azt gondolom, hogy az sem az egyesületnek, sem az edzőnek, sem a gyereknek nem jó. Ezzel egy időben, hogyha az edző minden nap úgy megy be az öltözőbe, hogy a gyermeknek csak ezeket a rossz tulajdonságait nagyítja ki, és csak ezekre fókuszál, akkor valószínűleg egy idő után a gyerek is érezni fogja ezt a negatív aurát, és Jobb esetben csak az egyesületet, rosszabb esetben talán az egész labdarúgást elhagyja. Kérlek benneteket, hogy tényleg nap mint nap, hétről hétre figyeljetek arra, hogy mik ezeknek a gyerekeknek az értéke. És vannak körülöttünk olyan példák, amelyek igazolják azt, hogy nem minden gyerek ilyen. Bár nem kértem engedélyt Dúl Andrától, aki az ELTE környezet pszichológia tanszékének a vezetője, de nekem ismerősöm a Facebookon, és a minap tett ki egy olyan posztot a Facebookjára, hogy sétált zuglóban, és egy olyan beszélgetésnek volt a főtanúja, ahol a gyermek azt mondta az édesanyjának, arról mesélt egy hat éves kor körüli kislány, hogy mondta Petinek, hogy nekem ne adjon pofont, tehát neki ne adjon pofon, ha rosszat csinál, mert ő abból nem érti, hogy mit csinált rosszul. Magyarázza el neki, hogy mi volt a problémája, mert abból megérti. Mert mi otthon így szoktuk. Rögtön itt átkanyarodunk oda, hogy azok a gyerekek, akik valószínűleg nem a sztereotíp tulajdonságjegyekkel bírnak, azok otthon valami mást kapnak. Azokkal egy kicsit másképp foglalkoznak itt aztán felmerül rögtön a kérdés, hogy amikor a felhőn, a szófelhőn látható tulajdonságokat látjuk, akkor miért is válnak olyan fiatalok? De ne rohanjunk előre, ez a következő dia lesz, még nézzünk meg egy saját élményt. Két héttel ezelőtt csapatépítő tréninget tartottam Budafokon, ahol jelenleg is dolgozom, az út 15 ös csapatnak. Van egy játék, ahol arra kérem a fiatalokat, hogy írják le egy papírra, hogy számukra mi az az öt érték, amely pillanatnyilag a legfontosabb az életükben. Az egyik játékos az egyik papírlapra azt írta, hogy számomra az öt legfontosabb érték egyike a hazafiság, a nemzetiség. Kérdeztem ezt a fiút, hogy de igazából ez mit jelent számodra, hogy tudnád összefoglalni? A válasz. Vicces, és azt gondolom, hogy egyben rendkívül ö, jövőbe mutató és, és kézzelfogható ö, érzelmi töltet. Azt mondta Budafokiként, ugye Budafokon mi folyamatosan tulajdonképpen konkurálunk a Kelen csapatával, azt mondta, hogy számára a hazafiság azt jelenti, hogyha Kelen bejutna egy nemzetközi tornára, vagy kijutna egy nemzetközi tornára, ő akkor is szurkolna nekik. Tehát azt kell megértenünk, hogy a fiatalok nem csak ilyenek, nem csak olyanok, hanem többségük bír jó és rossz tulajdonságokkal is. És emellett azt kell látni, hogy miért ilyenek. Erről szoktunk megfeledkezni. Évekkel ezelőtt tartottam egy előadást testnevelő tanároknak, akiknek az volt a feladatuk, hogy gyűjtsék össze, hogy milyen nehézségeik vannak az oktatás során. Azt a választ adták, illetve olyan válaszokat gyűjtöttek össze, amelyek arról szóltak, hogy kevés a tornaszer, nincs megfelelő méretű tornaterem, kevés az óraszám, egyéb technikai jellegű problémáik vannak. Majd a végén, tulajdonképpen a jelenlévő tanárok, Összvéleményét deklaráló kinyilatkoztatásként fölírták a táblára, hogy és felnőtt egy generáció értékválságban. Nekem akkor még nem volt a gyerekem, jóval fiatalabb is voltam, ez egy körülbelül hat éves történet. Egy kis félve, de bátorkodtam megkérdezni tőlük, hogy ennek a generációnak véletlenül nem ti vagytok-e a szülei nem ti vagytok-e az a generáció, és most már benne tartozom én is, nem mi vagyunk-e az a generáció, akik posztoljuk a Facebookra, hogy mi még ittunk kék mi még táncoltunk pocsolyában, mi még beszélgettünk az éjszakában, stb. stb. De ha az első bárányfelhő megjelenik az égen, akkor ráírunk az edzőre, messengeren, hogy lesz-e ma edzés. Miért is írunk rá? Nem azért, mert féltjük a gyereket az esőtől, hanem azért írunk rá, mert nekünk nincs felnőttként kedvünk kimenni az esőbe, felöltözni, végignézni az edzést. A dián látható képek is illusztrálják azt, hogy az elsődleges szocializációs szintérnek, azaz a családnak óriási felelőssége van. A gyerek tabula rázaként születik a világra, szinte tabula rázaként. Ugye ez nem igaz, hiszen már az anya mélyben is érik őt ingerek, és már ott alakulnak különféle érzelmi és agyi struktúrák, de mégis úgy nagyjából egy tiszta elmével érkezik meg közénk. Erre első körben az anya, aztán az apa, és a közvetlen család kezd el írni. Nagyon nem mindegy, hogy mit. Ha azt látja a gyermek, hogy vele otthon kiabálnak, akkor ő is kiabálni fog azzal a kismacskával. Ha a gyerek azt látja, hogy apa és anya nyomkodja a telefont, akkor ő is nyomkodni fogja a telefont. Mindig azt vágjuk az égeneráció generáció tagjainak a fejéhez, hogy ők már függők, online függők. Kérdemén, ők hozták létre az okos telefont? Ők készítették a Facebookot? Nem, a mi generációnk szülte. Abban most nem tudunk belemenni, hogy milyen okok, milyen gazdasági, pénzügyi, egyéb társadalmi okok vezettek oda, hogy ma a 21. század ilyen internet alapúvá vált, és, és minden az online térben zajlik, de azt láthatjuk, hogy a gyermek bennünket másol. Mi magunk is küzdünk különféle online függőségekkel, csak ezt nem nagyon akarjuk bevallani. Az egyik kedvenc mémem ezen a dián, a bal alsó sarokban látható pados jelenet, amikor megkérdezi a telefonját nyomkodó anyuka, hogy ő igazából hogy vette rá a gyermekét az olvasásra attól a szülőtől, akinek a kezében egy könyv van. Tehát a második intelmem és tanácsom az, hogy amikor bementek az öltözőbe, és tényleg látjátok ezeket a negatív tulajdonságokat a gyerekeken, akkor próbáljátok megérteni azt, hogy nem mindenért ők a felelősek. Mi vagyunk a felnőttek. Nekünk kellene kontrollálni magunkat, például akkor, amikor bemegyünk egy étterembe, és csak azért, hogy nyugodtan tudjunk étkezni, ne nyomjunk a gyerek kezébe egy tabletet. Nekünk kell magunkon úrrá lenni, és venni a fáradtságot egy vasárnap délután, nem beültetni a gyereket a kanapéra, és ahogy Tari Anna Mária mondja, kanapé gyerekeket nevelni, hanem felöltözni és kimenni télen, nyáron, hóba, fagyba, esőbe. A gyerek imád ki lenni ezekben az élethelyzetekben. Javaslom Vekerdi tanárúrat olvasásra. Minden egyes szava arról szól, hogy mennyire fontos lenne a gyermekkort, a régi fajta gyermekkort visszaadni a gyermekek számára. Tehát akkor, amikor mi motiválatlan gyerekeket látunk, amikor úgy érezzük, hogy tiszteletlenek, akkor érdemes látni azokat az okokat, azokat a kiváltó hatásokat, amelyek miatt ilyenné válnak. Tari Anni Mária beszél arról is szintén egy podcastben, hogy a túl korán kézbe adott kütyű, a Facebook, az Instagram folyamatos pörgetése már azelőtt kijeli a természetes érdeklődés és kíváncsiság képességét a gyerekekből, mielőtt annak szabad gyökei még felszabadulnának. Ő azt mondja, hogy azért láthatunk üres tekintetű gyerekeket az iskolapadokban, mert pörgetik az Instagramot, és észesen veszik, hogy fél egy órája nem tettek fel kérdést. Ha valaki nem tesz fel kérdést, akkor nem tud érdeklődni. Tehát ezért lesz nekünk óriási felelősségünk abban, hogy, hogy segítsük ebben a fiatalokat. Mint szülő, mint felnőtt, mint edző. Értessük meg velük, hogy a sport jó, a szabadban töltött idő jó. Ne ítéljük el őket az első pillanatban, hanem próbáljuk segíteni az ő mindennapjaikat. És hogy mennyire új keletű ez a probléma, hogy a fiatal generáció és az öreg geb generáció között tulajdonképpen egy szakadék táton, erről összegyűjtöttem egy cikkből néhány kiírást, amelyek azt bizonyítják, hogy ez tulajdonképpen örök időktől való. Az idősebb generáció tagjai mindig úgy érezték, hogy a következő generáció már nem olyan jó. Ezt mindig szóvá is tették és meg is fogalmazták, Arisztotelésztől Horáciuson keresztül, itt a dián láthattok a 20. századi Ö, újságokból kivágott cikk részleteket, amelyekben olyan dolgokról beszélnek, amiről azt gondolnánk, hogy ezek tegnapi gondolatok. Néhányon közülük még csak most hagyják el a szülői fészket, csak, sokan még csak most házasodnak, vállalnak gyermeket, kibeugráltak munkából. Azt gondolnánk, hogy ez mai probléma. Közben ez már lassan egy 36-37 éves újságcikk. Gyakran maguk a szülők állnak a nehézségek hátterében, rendszeresen megbuknak legalapvető feladataikban. Ez 1938. Tehát a fiatal és az idős között mindig volt probléma, amiben változás történt, talán, hogy az online térbe átkuszva még élesebbnek érezzük ezt a generációs szakadékot, fiatal és öreg idősebb társadalmi csoportok között. Nézzük meg, hogy a szakirodalom mit mond a fiatalokról, milyenek ők egyébként valójában. A Z és az alfa generáció tagjait, ugye a Z generációs fiatalok azok, akik 96 és 2010 között születtek, az alfa generációsok azok, akik 2010 után születtek. Halkan megjegyzem, hogy vannak ma már arra nézve újabb tanulmányok, hogy lehet, hogy nem is létezik még az alfa generáció. Miért lehetséges ez? Azért, mert korábban 20 évre datálták az újabb és újabb generációk létrejöttét, mert a születések nagyjából a szülők 20-as éveinek elején történtek meg. Azáltal, hogy ma a szülési hajlandóság kitolódott a 30-as évek magasságára, sok esetben még azt meghaladó korba, így tulajdonképpen lehet, hogy az égeneráció generáció nem is zárult le 2010-zel, de az általánosan bevett gyakorlat az, hogy 2010-ig tekintünk az és fiatalokra, utána pedig az alfákra. Ha rájuk tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ők a C-generáció. C, mint connecting kapcsolódás. Éjjel nappal kommunikálnak, éjjel nappal kapcsolódnak egymáshoz, és folyamatosan beszélgetnek Messenger, Viber, Whatsapp, bármilyen alkalmazáson keresztül. Miközben counter oznak miközben ülnek a gép előtt, és éppen valamiféle társadalmat építenek, közben csataplakokban beszélnek. Tehát nagyon sokat kapcsolódnak. Ezzel egy időben együttműködnek, hiszen olyan online játékokban vesznek részt, amelyekben folyamatos együttműködés az alapja annak, hogy sikeresek legyenek. Azt láthatjuk, hogy a fiatalok Pillanatok alatt össze tudják dugni a fejüket, multitaskingolnak, miközben írnak egy válaszüzenetet, közben megnéznek egy videót, és még játszanak, és még közben házi feladatot is írnak. Mellette ugye digitalizáltak, komputerizáltak, tehát nagyon-nagyon értenek az új eszközöknek a használatához. Pillanatok alatt megtalálnak olyan dolgokat, amelyekre mi korábban nem voltunk képesek. Ez az egyik oka annak meglátásom szerint, hogy a tisztelet kérdésköre is átalakult. Ma már egy tanár, egy pajdagógos nem fog tudni tiszteletet szimplán azzal kivívni, hogy évszámokkal, idézetekkel dobálózik. Bemegy a terembe és elmond néhány száraz tényt. Miért nem? Mert régen ezek a tények megközelíthetetlenek voltak, elérhetetlenek voltak. Ahhoz, hogy valaki ezeknek a tényeknek a birtokába jusson, órákat kellett ülni a könyvtárban, és tulajdonképpen azt tiszteltük az idősebben, hogy ő ezeket az órákat ott eltöltötte, a tapasztalatai alapján összeszedte, és ma ezt tudja. Ma, hogy mikor született Petőfi, körülbelül 0,003 másodperc kideríteni a Google Keresőmotorja révén. Tehát az, ami régen egy érték volt a fiatalabb szemében, az ma már nem érték. Nem tudjuk ezzel lenyűgözni őket. Én tanítok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ha elhangzik tőlem egy adat, információ, akkor sokszor azt látom, hogy a hallgatók a pad alatt lecsekkolnak. Ellenőrzik, hogy én jót mondok-e. Magyarul nem tudom őket azzal egyértelműen lenyűgözni hogy én ezt tudom. Mi kell az ő lenyűgözésükhöz? Az előző két dolog, hogy bevonjuk őket az együttműködésbe, hogy kapcsolódjunk hozzájuk, és ezzel kialakítsuk a negyedik jelentését ennek a C jelzőnek, hogy közösséget alkossunk, bárhol járunk. Legyen ez a család, legyen ez a focipálya, legyen ez egy tanterem. Hogy együtt, közösen gondolkozzunk velük erre vágynak leginkább. És a zábrán van egy kis turpisság, ugye én azt mondtam, hogy alapvetően a C jelző, a Z és az alfa generáció tagjaira igaz, ehhez képest a kapcsos zárójel tulajdonképpen a veteránoktól elindulva egészen a mai korig tart. Miért van ez így? Azért, mert hogyha a generációkutatók definícióit nézzük, akkor ők a marketing alapú generáció menedzsmenttel ellentétben nem életkorhoz kötik a generációk létét, hanem adott társadalmi, gazdasági, történelmi, korban együtt élő közösségekhez. És igen, nagyon nehéz kimondani, de ma már egy veterán is lehet cés. Az én családomban van egy La Familia nevezetű Viber csoport, amiben benne van a 80 éves dédi és küld képeket, és küld információkat. Ősszel legutóbb, ezt többször elmeséltem már az egyes képzéseken, kaptam tőle egy e-mailt vasárnap délután, miközben a kertünkben a diófa leveleket szedtem. Bementem a lakásunkba, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a dédi fölöttünk lakik, a dédi hozott le vasárnap délután egy kis almáspitét, és beléptem a konyhánkba, és kérdezi tőlem, hogy na, olvastad a cikket, amit küldtem? Mondom neki, hogy de hát mama, hát most, most értem be a kertből. Ja jó, de hát már elküldtem egy órája. Hát a gyerekekre mondjuk azt, hogy most generáció, gyerekeket vádoljuk tulajdonképpen azzal, hogy mindent azonnal, mindent rögtön szeretnének, és hogy egyszerűen a, 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 a jelenhez képes szinte a jövőben élnek, de ma már mi is itt vagyunk. Ha valaki nem hiszi, akkor vizsgálja meg a képernyő idejét, nézze meg, hogy mennyi időt tölt maga is a neten. Én, amikor először ellenőriztem magamat, 2 óra 57 perc volt. Döbbenetes szám. Vajon kitől mikor veszem el ezt az időt? Osszuk el azzal, hogy biztos dolgoztam. Vegyük le belőle a GPS használatot, akkor is biztosan marad 40-50 perc. Kitől vettem el ezt az időt? Mikor fordítottam, tulajdonképpen? Telefon használatra ezt az időt. Tehát érdemes magunkba tekinteni és megfelelő módon kezelni a fiatal-idős helyzetet. Mi az, ami még nehezíti a fiatal és az idős között a, a, a kommunikációt? Első körben az, hogy ugyan használjuk felnőttként az internetet, de nem túl sok ismeretünk van róla. Még kevésbé van saját tapasztalás. Ha az én kislányom majd tíz év múlva odalép hozzám, és azt mondja, hogy apa, mit kell olyankor csinálni, ha zaklatnak a neten, akkor saját tapasztalásból nem fogok neki tudni tanácsot adni, mert amikor én voltam ennyi idős, még nem létezett telefon. Tehát az internet ismeretének és úgymond átélésének a hiánya egy kommunikációs problémát keletkeztet ezzel párhuzamosan nem alakulhattak ki önvédelmi mechanizmusok. Tehát ha valamit megtapasztaltunk az életben, akkor arra valószínűleg kidolgoztuk a saját válaszunkat. Nincsenek meg ezek az önvédelmi mechanizmusok, hiányoznak. Mai napig olyan intel engedjük el a gyermekünket az iskolába, hogy ne állj idegennel szóba, ne ülj vadidegen autójába, ne fogadj el senkitől semmit. De adunk-e nekik olyan intelmeket, hogy beállította e a kétlépcsős autentikációt a Facebook profilodon? megfelelő -e a jelszavad a bizonyos fiókokhoz? Küldtél-e már a barátodnak, barátnődnek képet, mesztelen képet magadról? Nem tudunk, és még inkább nem merünk beszélni ezekről a problémákról a gyerekekkel. Pedig nagyon fontos lenne, hogy ezekre kitérjünk. Saját példám. Amikor beindult a Facebook kommunikáció, én a saját csapatomnál létrehoztam egy Facebook csoportot, és ott kezdtem el instruálni a gyerekeket hétről hétre. Ki tudtam írni a heti menetrendet, tudtam linkelni videókat, tudtam megosztani olyan cikkeket, amelyeket hasznosnak gondoltam. Igen ám, egy dologra nem gondoltam, hogy a Facebook csoport mellett ők létrehoztak egy saját messenger csoportot, hiszen valahol engem is szívni kell, tehát az edzőt is ki kell valahol beszélni, és egyszer csak elép lépett egy gyerek, hogy ő elhagyja az Egyesületet, mert őt kiközösítették a Facebook csoportból. Magyarul bullying áldozatává vált, azaz online zaklatás áldozatává. Nem hallgatták meg, csúfolták, kinevették, kiközösítették, perifériára került, és elveszítettem egy gyereket. Magyarul már nekem is fel kellett volna készülnöm arra, hogy amikor létrehozok egy ilyen online platformot, akkor átbeszéljük ennek az online platformnak a használati, utasításait, az egyes szabályokat. Mindennél rosszabb ugyanakkor, ha a felnőtt az ezzel kapcsolatos élethelyzeteket elutasítja, elbagatilizálja. Ha egy gyermek odalép hozzánk, és azt mondja, hogy apa, anya, tanár úr, edzőbá, engem bántanak a neten, és ha az a válasz érkezik, hogy mit foglalkozol vele, töröld le magad onnan, kit érdekel a Facebook, akkor a lehető legrosszabbat követtük el gyermekkel. Miért? Mert elveszíti nem csak a belénk vetett bizalmát, de valamennyi felnőtt vetett bizalmát is. Ismét van egy felnőtt, aki engem nem hallgatott meg, nem foglalkozik a problémámmal, elbagatelizálja, ugyanakkor... Ez nekem nagyon fáj. És később nem fogok segítséget kérni nálam tapasztaltabbaktól, nem fogom megosztani másokkal a problémáimat. És hogyha nem elég erős a gyermek úgynevezett reziliencia, azaz rugalmas ellenálló képessége, akkor könnyen nyúl alkoholhoz, kábítószerhez, verődik rossz társaságba, és az előbb még esetleg távolinak tűnő élethelyzetből rögtön itt vagyunk a bűnmegelőzésnél. Azt mondhatom, hogy tulajdonképpen bosszant azoknak a tanár edző kollégáknak a viselkedése, akik azt mondják, hogy Á, nekem nincs szükségem Facebookra, nem is érdekel mi az. Azt még el tudom fogadni, hogy valakinek nem kell Facebook profil, hogy nem akar instázni. De azt már nem, hogy legyen olyan felnőtt, aki gyerekekkel foglalkozik, és nem tudja, hogy ezek a platformok mire szolgálnak és hogy működnek. Nekünk igenis tudnunk kell. Évekkel ezelőtt tartottam egy előadást az Erzsébet táborban, 12 éves gyerekeknek, és kérdeztem tőlük, hogy milyen platformokat használnak, és közölték, hogy Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, stb. Majd elhangzott, hogy TikTok. Akkor én még nem használtam ezt a kifejezést, nem tudtam, hogy mi ez, és úgy értettem ott a Balaton partján, hogy TikTok. Megismételtem, hogy TikTok? Kinevettek. Um, Ebben a pillanatban, tulajdonképpen a foglalkozás egy kicsit szétesett, hiszen tulajdonképpen hiteltelenné váltam. De a szünetben én azonnal letöltöttem a telefonomra a TikTokot, csak azért, hogy tudjam, hogy miről beszélgetek a gyerekekkel. Tehát nagyon fontos az, hogy ne bagatelizáljuk el az ő problémáikat. Ismerjük meg ezeket a problémákat. Sőt, azt tudom mondani, hogy kérdezzük meg ezeket az oldalakat a gyerekektől, hogy hogy működnek. Tehát ez is egy lehetőség arra, hogy beszélgetést kezdeményezzünk velük. Ami miatt pedig még nagyon fontos az, hogy ne bagatelizáljuk el, hogy, hogy az online térben elkövetett számunkra jelentéktelennek tűnő esetek átcsúsznak az online térbe, és a következmények tulajdonképpen ott manifestálódnak. Egy gyerek, akit bántalmaznak az online térben, lehet, hogy pár nap múlva, pár hónap múlva, két év múlva öngyilkosságot kísérel meg. A Todd egy kanadai-amerikai kislány volt, akit az első ilyen esetként szoktak említeni, hogy online bullying áldozatává vált. Őt addig bántalmazták tulajdonképpen az online és az offline térben is, hogy többszöri kísérlet után végül sikerült öngyilkosságot elkövetnie, de ezt megelőzően egy nagyon szomorú és viszonylag hosszú videóban búcsúzott el a világtól. Ebben a videóban ő nem beszél, hanem lapokra írta fel azt, hogy mit élt ő át ez alatt a két év alatt, míg eljutott oda, hogy öngyilkossá váljon. Erre a történetre még egy picit vissza fogunk térni egy mondat miatt, de most tovább haladva ami még nehezíti az együttműködést a fiatalokkal, hogy mi vagyunk a digitális bevándorlók, ők pedig a digitális benszülöttek. Mit jelent ez? Azt jelenti, Csepeli György, az ELTE szociológusa már 2003-ban használta ezt a kifejezést. Ez azt jelenti, hogy ők születésüktől fogva tulajdonképpen egyfajta genetikai ajándékként, ha ezt ajándéknak nevezhetjük, már bírnak az internet használat, az eszköz használat képességével. Ehhez képest mi csak ezt tanuljuk. Szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, mindenféle politikai vonulattól mentesen, hogy abban az esetben, ha a történelmi tudásunkra visszapillantunk, akkor minden esetben azt láthattuk, hogy a bevándorlók leigázták a benszülötteket. Ha mi ahelyett, hogy vasárnap délután kimennénk a gyerekkel a játszótérre, és tabletet nyomunk a kezébe, akkor digitális rezervátumba küldjük őket. Tulajdonképpen mi magunk pusztítjuk a saját gyermekeinket. Akkor, amikor nem figyelünk erre oda. Ransburg Jenő, pszichológus beszél egy könyvében arról, hogy ma a szülők egy része, mi a használat előtt felrázandó gyereket akar. Mit jelent ez? üljön, üljön ott a kanapén, nézze a tévét, közben nyomkodja a tabletet, aztán meg elvárnánk, hogy majd az iskolába hirtelen jól teljesítsen, meg amikor azt várnánk, hogy ő gyerek legyen, akkor gyorsan felrázzuk, és gyerekké válik. De ez nem így működik. A gyerekekkel rengeteget kell foglalkozni, rengeteget kell játszani, hiszen a játék az egyik legjobb tanítómester, ezt tanuljuk a képzéseken is. Itt csatolnék vissza oda, hogy meghallgatni a gyerekeket és bevonni őket. Ugye a szülők, amikor beszélgetek velük, mindig azzal a kérdéssel fordulnak hozzám, na de jó, de hogy kezdeményezünk beszélgetést? Hát ne úgy, hogy megkérdezzük, hogy mi volt a menzán. Valószínűleg bevágja a gyerek az ajtót, és itt véget is ért a kommunikáció. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy ma már létezik a fordított szocializáció, azaz, hogy ők nevelnek bizonyos dolgokra bennünket, akkor sokkal hatékonyabbá válhat a kommunikáció. Minden nap fel lehet dobni egy új témát. Az egyik kollega mesélte a minap, hogy az ő kislánya 12 éves, és amikor egy családi rendezvényen felmerült, hogy az Ukrajna-Orosz válsággal mi van, akkor feltette a kezét, és megkérte a családot, hogy hadd mesélje mert őt nagyon érdekli. 12 éves kislány. Tehát lehet velük napi aktualitásokról beszélgetni, meg lehet kérdezni tőlük azt, hogy hogy működik az Insta, hogyan kell sztorit feltölteni. És hogyha olyan dolgokról kérdezzük őket, ami őket valójában érdekli, akkor sokkal nyitottabbak lesznek. És ugye a végéhez közeledve ennek a résznek azt mondhatom, hogy, hogy fontos azt végig gondolnunk nekünk is felnőttként, hogy mi az, ami megtörténhet a gyerekünkkel, velünk, és mi az, ami nem. A bűnmegelőzésnek egy fontos alaptétele, hogy sok esetben, és félreértés ne essék, ez nem áldozat hibáztatás, ez csak felelősségteljes magatartás tanúsítás, hogy azért nem foglalkozunk például egy jelszó minőségével, mert hát velem úgysem történhet meg. De ez nem így van. Tehát nagyon fontos az, hogy biztonság tudatos felnőtteket neveljünk. Olyan gyerekeket, akik, ahogy az elején is mondtam, képesek arra, hogy megértsék, hogy nekik igenis dolguk van a világban a tekintetben, hogy a körülöttük lévő környezetre figyeljenek. Jó. A következő etap az már maga a veszélyek struktúrája. Itt maradjunk első körben az online térben. Az online térben az egyik leggyakoribb gyermekek által elkövetett és elszenvedett bűncselekmény, az a zaklatás. A zaklatás, az online zaklatás másképpen cyberbullyingnak hívják, ehhez kapcsolódnak még olyan kifejezések, mint a flaming és a happy slapping. A bullying ugye az maga a zaklatás, a flaming az ehhez kapcsolódó másik beégetése, tehát megalázása, a happy slapping pedig egy olyan challenge volt, ami a hál' Isten Magyarországra nagyon nem gyűrűzött be, de tulajdonképpen arról szól, amikor a társak videóval rögzítenek bizonyos zaklató magatartásokat, illetve volt ennek egy durvább változata, amikor arra szólították fel egymást a fiatalok, hogy kösd bele valakibe, és ezt a pofoszkodást, ezt a happy slappinget tulajdonképpen rögzítsd és tölts föl. Mit kell megvizsgálni egy bűncselekménynél? Mit kell megvizsgálni az aklatás bűncselekményénél? Alapvetően mindig azt, hogy kik a szereplői, ki az áldozat és ki az elkövető, és van-e benne egy harmadik vonal. Az áldozatok és az elkövetők személye az aklatásnál egyértelmű. Lesz, aki bántja a másikat, ő az elkövető, és lesz, aki ezt elszenvedi, ő az áldozat. Azokról szoktunk megfeledkezni, akik nézőként, jelenlévőként, magukat felmentve semleges tényezőként jelenítik meg egy ilyen folyamatban. A nézők válnak ugyanis egy zaklatás legfontosabb részévé. Miért? Elsősorban azért, mert azt kell megérteni, hogy az elkövető fiatal nem azért teszi, amit tesz, mert ő zsigerből ösztönszerűen rossz gyermek, hanem valószínűleg valamilyen figyelemnek hiányát szenvedi, nem foglalkoznak vele otthon eleget, tanulmányi eredményével nem tud figyelmet kivívni magának, ezért csinál valami olyan badarságot, amivel a középpontba tud kerülni. Ennek az enyhébb változata, amikor a csapatban, az osztályban van az osztály hülyéje, aki inkább úgy mondom, hogy bohóca, aki mindig mindent elviccel és mindent előkörködik, és van a ennél egy kicsit súlyosabb változat, aki elkezdi a többieket szekálni, bántani. Ez mondom nem új keletű dolog, az offline térben is ez megtörtént régen. A nagyon nagy különbség az offline és az online zaklatás között az, hogy az offline zaklatás véget ért a kicsengetéssel. Az online ezzel szemben 0-24-ben tart, folyamatosan kapja az áldozat azokat az üzeneteket, amelyek az ő lelkét rontják. Miért óriási probléma ez? Azért, mert a terhelés, a labdarúgó nyelvezetbe visszatérve, a terhelés vonatkozásában nagyon jól tudjuk, hogy a fejlődés az a pihenés ideje alatt megy végbe. Tehát én edzek, és utána a pihenés alatt mondja azt a szervezetem, hogy Oh -oh, valamit csinálnom kell, mert hogyha holnap is ez a terhelés ér, akkor nem fogom bírni. A lelkünk is ugyanígy edződik. Akkor, amikor az offline térben fél kettőkor, kettőkor a kicsengetést követően az én bántalmazásom megszűnik, a lelkemnek van ideje holnap reggel nyolcig megerősödni, felkészülni, felejteni. Az online térben erre nincs lehetőség, mert 0 ben folyamatosan kapom ezeket az ingereket. Amikor lefekszem, akkor pittyen a telefon, oda nézek és látom, hogy megint írják, hogy hülye vagyok, csúnya vagyok. Reggel, amikor felkelek, szintén látom, hogy éjszaka, este, késő este, kora reggel érkezett egy ilyen üzenet. Tehát nagyon-nagyon nehéz lelkiekben feldolgozni. Foglaljuk össze, hogy mire kell figyelni. Az áldozatnak azt kell tanácsuladni, adni, hogyha ilyennek válik az alanyává, akkor kérjen segítséget. Az elkövetőt tulajdonképpen arra kell felhívni, illetve arra kell ráeszméltetni, hogy ő nem azért cselekszik így, mert neki ez jó, hanem valahol hiányt szenved. Máté Gábor, egy Kanadában élő ö, magyar orvos, aki addikcióval, függőségekkel foglalkozik, és az egyik podcastjében arról beszél, hogy a viselkedés, a zárójelben a függőségek is minden esetben tünetként kezelhetőek. Tehát akkor, amikor egy gyerek számunkra látszólag ellenáll, akkor nem azért áll ellen, hogy nekünk rossz legyen, hanem ő valamit csinál azért, hogy észrevegyük azt, amit ő mondani szeretne. Ezért tartom én személy szerint rendkívül károsnak azokat a régi fajta nevelési tanácsokat, amelyek arról szólnak, hogy tanítsd meg a gyereketnek, hogy három órán keresztül ö, legyen el egyedül, négy hónapos, és majd akkor beáll ez a bioritmus, és majd egy idő után ezt megszokja. Ha ő a kettő és a három óra között folyamatosan sír, és mi nem megyünk oda hozzá, akkor mit közvetítünk a gyerek felé? Ő azt az üzenetet fogja ebből dekódolni, hogy nem fontos a világ számára. Hogy hiába kér segítséget, nem kap segítséget. Nem azért sír a hat hónapos gyerek, de még a két éves se nagyon sokszor, mert ő nekünk rosszat akar. Két évesnél már néha megjelennek tudatos, hisztiszerű jelenetek, de ha sír, akkor általában valamit mondani szeretne. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk észnélkül ugranunk kell minden pillanatban. De igenis éreztetnünk kell a gyerekkel, hogy ott vagyunk rendelkezés rálunk, ha szüksége van rá, segítünk. Tehát az áldozatnak olyan gyerekkori skillekkel kell rendelkezni, hogy tudjon segítséget kérni. Az elkövetőnek tudnia kell, hogy ő mit miért tesz, valószínűleg valami figyelem hiány van. Meg kell értetni vele, hogy ő nem fog tudni ezzel menőbb lenni, ha menőbbé válik, ez csak egy időszakos figyelem, népszerűség, próbáljon meg másképp tulajdonképpen a figyelem középpontjába kerülni. Nagyon fontos itt még megígézni azt is, hogy mi edzők, tanárok sokszor használunk olyan kifejezéseket, amelyekkel beskatujázunk a saját gyerekeinket. Amikor azt hangzik el, hogy te mindig ilyen és olyan vagy, akkor tulajdonképpen egy stigmát aggatunk a gyerekre, aki ennek a stigmának megfelelően egy idő után elkezd viselkedni. A görög eposzokból tudjuk, hogy léteznek az önbeteljesítő jóslatok, tehát ha nekem mindig azt mondják, hogy hát én vagyok az osztály, meg a csapat bohóca, akkor bohócként kezdek el viselkedni. Jó, tehát áldozat, elkövető, és vannak a nézők. A nézőkkel kapcsolatosan általában, ha megkérdezem, hogy mit kellene neki tanácsolni, akkor az hangzik el, hogy, hogy kérjük meg őket, hogy avatkozzanak közbe. Ez sajnos nem helytálló megállapítás. Soha ne kérjünk egyetlen gyereket sem arra, hogyha lát valamit avatkozzon közbe. Ennek nagyon egyszerű oka van, ha közbe avatkozik egy ilyen bullying esetében, akkor ő fog áldozattá válni. Ő kerül az új céltábla keresztjébe. Nem ez a feladata. A feladata kettős. Tőle is azt várjuk el, hogy kérjen segítséget, és azt várjuk el tőle, hogy vonja meg a figyelmet az elkövetőtől. Vonja meg a figyelmet azzal, hogy nem lájkolja, nem posztolja, nem osztja meg, nem állja körbe, nem videózza, nem nevet együtt az elkövetővel. Ha ezeket a magatartásokat tanúsítja, illetve bizonyos magatartásoktól tartózkodik, akkor ő megtette, amit neki meg kell tenni. Az online zaklatásban még az is nagyon veszélyes, hogy arctalan. Monitorok mögött ülve nagyon kemények tudunk lenni, de ez már az élő világban, az offline térben nem biztos, hogy így lenne. Visszacsatolok a mandatod esetéhez, akit említettem, hogy a kanadai-amerikai lány, ő például az egyik kommentben azt kapta válaszul, hogy remélem legközelebb sikerül meghalnod, amikor egy sikertelen kísérlet után posztolta a nehézségeit és az életkörülményeit. Ebből készült egy magyar film ezzel a címmel, akinek esetleg van ideje és lehetősége, nyugodtan nézze meg. Az online térben az aklatáson túl egyéb ma divatos cselekmények is jelen vannak, ilyen a sexting és a grooming. Mindkettő azt a kifejezést próbálja meg lefedni, hogy a gyerekek félig-meddig mesztelen pornográfi jellegű képeket küldözgetnek egymásról, vagy egymásnak, vagy a monitor mögött ülve valakinek magát kiadó személy próbál meg tőlük ilyen képeket becserkészni. A grooming tulajdonképpen ez a behálózás, amikor valaki idősebbként próbál meg képeket szerezni. A sexting meg, meg, meg tulajdonképpen egyfajta online petting, amikor is. Képeket küldözgetnek egymásnak a fiatalok. A legtöbb probléma akkor adódik a képküldések esetében, amikor a pár szakít, és nem válnak el jó szájízsel, és akkor általában megosztásra kerülnek azok a korábban intim képek, amelyek addig tulajdonképpen a szerelmüknek egyfajta megjelenése volt, és, 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 teljesen normálisan működött, sajnos ezek a képek később aztán kikerülhetnek. Én azzal most nem is foglalkoznék, hogy ez önmagában a személyes adattal visszaélés, vagy milyen bűncselekmény. Itt azt kell megértetni a fiatallal, hogy a digitális lábnyom örök. Amit egyszer föltöltünk a metre, azt utána hiába gondoljuk, hogy letöröltük, valahol az éterben, valahol a felhők világában, Biztosan rendelkezésre áll. Sőt, lehet, hogy a posztolás pillanatában valaki azt lementette. Tehát az online térben való viselkedés vonatkozásában azt a tanácsot tudjuk adni a gyerekeknek, hogy ne töltsenek föl magukról olyan képet az online térbe, amit nem vállalnának az offline térbe. Mert hogy az ott fog maradni örökkön örökké. Egy 15-16 éves gyerekkel már meg lehet értetni azt, hogy lehet, hogy 20-22 éves, 25 éves korodban te egy vállalat vezetője leszel. Te lehet, hogy egy minisztériumi munkatárs leszel. Miket töltöttél fel korábban? Milyen következményei lesznek ezeknek az életedre? A grooming vonatkozásában pedig arról érdemes beszélgetni a fiatalokkal, hogy megértsék, hogy legyen bennük egy egészséges bizalmatlanság. Tehát ránk ír valaki ismeretlenül, szia, láttalak az iskolában, új vagyok, nagyon szimpatikusnak találok. Hello, szia, melyik osztályba mész? Hát a hetedikbe fogok majd járni. Igen? De jó, te hol laksz? Én És tulajdonképpen egy 10-20 perces beszélgetés alapján egy elkövető ezer információt tud kiszedni a gyermekből. Hol laknak? Mikor vannak otthon a szülők? milyen értékek vannak, mi a hobbi, a mit szeret, és a vége pedig az szokott lenni, hogy küldesz magadról egy képet. Igen. Na hát azért ennél egy kicsit, mert részebbre gondoltam. És aztán lehet zsarolni ezzel. Elküldi a képet, és azt mondjuk, hogy ha nem akarod, hogy elküldje, elküldjem a szülőnek, akkor kérek még ennél is mesztelenebb képet. Vagy kérem az anyukát bankkártya adatait. Sajnos volt ilyenre is példa, volt olyanra is példa, hogy játék közben keresték meg a gyermeket, és írták neki, hogy ilyen és olyan kardot és ilyen és ilyen eszközt biztosítunk neked az online játékban, hogyha elküldöd anyukát bankkártya adatait, és anya meg nem értette, hogy mi mit történt, amikor megkapta tulajdonképpen az SMS-t erről vonatkozóan. A... Az, az online, térben, az online térben vannak olyan cselekmények is, amelyek nem csak bűncselekményként értékelhetőek, de nagyban befolyásolják a gyerekek életét. Ilyen többek között a filter jelensége, ami arról szól, hogy a gyerekeket a különféle alkalmazások algoritmusai bezárják, és nem csak a gyerekeket, hanem bennünket is, bezárják ilyen buborékokba. Mit jelent ez? Az, hogyha az ember elkezd focis videókat nézni, akkor egy idő után csak focis videókkal találkozik. Ez nagyon veszélyes tud lenni, hiszen beszűkíti a tudatunkat, beszűkíti a látókörünket, és hogyha ebből nem próbálunk meg tudatosan kitörni, akkor folyamatosan ugyanazokat a híreket és cikkeket fogjuk olvasni, éppen ezért kell a cikkeket, hirdetéseket kixelni, jelezni a Facebook számára és a többi ilyen alkalmazás számára, hogy ez bennünket nem érdekel Szomorú dolog, hogy tulajdonképpen ilyenkor is adatot szolgáltatunk a magunkról a Facebooknak, de mégis ezzel tudjuk azt elősegíteni, hogy ezekbe a filter buborékokba ne kerüljünk bele. Fontos azt is látni, hogy rengeteg álinformáció, fake news terjeng az interneten. A gyerekek, amikor ezt olvassák, látják, akkor bizonyos életkorig nem nagyon tudnak ezzel mit kezdeni meg kell tanítani őket arra, hogy igenis körbejárjanak bizonyos jelenségeket, megnézni több oldalról, beütni a Google-be, beütni ide, beütni oda, megvizsgálni, hogy hol mit írnak erről, hogy valójában mi lehet a hozzávetőlegesen objektív igazság. A harmadik probléma kör pedig a FOMO jelensége, ami Fear of Missing Out rövidítése, ami pedig tulajdonképpen azt az igényt keletkezteti bennünk itt az információs korban, hogy folyamatosan fölmenjünk a netre, hiszen félünk attól, hogy kimaradunk valamilyen információból. A Fear of Missing Out ezt jelenti. Ennek a legkézzel foghatóbb jelensége a Facebook és az Instastory. Csak 24 óráig áll rendelkezésre az az információ, azért gyere föl, így válunk, aztán függővé folyamatosan fölmegyünk, mert mi van akkor, hogyha lemaradunk egy fontos információról. Ezt egyben kell kezelni a gyerekeknek, tulajdonképpen meg kell tanulják felelősségteljesen használni az internetet. Hogy az edző ebben mit tud segíteni, arra majd következőben fogunk kitérni. Az online térből most evezzünk át az offline térbe, hiszen nem csak az online térben érik őket bűncselekmények. Az látható, hogy a dián felsorolt vagyon elleni, élet elleni bűncselekményeket egybevontan érdemes kezelni. Nem fogunk most külön beszélni arról, hogy a garázdaság, testisértés, lopás mi. Itt megint csak az előadás elejére tudok visszautalni. Ezek közül kivételt képez természetesen a kiskorú veszélyeztetése és a kapcsolati erőszak, de az első három sorban megjelölt deliktumok. Ha a gyermeknek vannak céljai az életben, ha megfelelő értékrendet kapott otthon, hogyha foglalkoztak vele, ha tudja, hogy a döntéseinek vannak következményei, és ezért felelősséget kell vállalni, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy elkerülik ezeket az élethelyzeteket. Nem attól fogja a gyermek elkerülni a lopást, hogy azt mondjuk neki, hogy ne lopj, hanem hogy tudja, hogy mit jelent az érték, hogy másnak van vagyona, hogy nekünk van vagyonunk, hogy azt milyen megszerezni. És fontos ezekről beszélgetni a gyerekekkel, mert látni fogjátok, hogy ha akár csak egy ötérték játékot, amiről a Nemzetiség, hazafiságnál beszéltem, tehát fölirattuk öt fontos értéket a gyerekekkel, rádöbbenünk arra, hogy a gyerekek nem különböznek tőlünk. Az öt legfontosabb értékben én ezerszer játszottam már ezt a játékot, nem kerül be a Playstation, nem kerül be a telefon, nem kerülnek be tárgyi eszközök, ugyanolyan értékeket fognak megfogalmazni, mint mi felnőttek. Hogy fontos számunkra a család, a barátok, a kitartás, a tisztelet, a, az önismeret, a fejlődés, a humor. Olyan dolgokat fognak írni, amelyek számunkra is fontosak. A kérdés persze az, hogy ezeket tudják-e pontosan definiálni. Tudják-e, hogy mit jelent? A kábítószerekről egy mondatban annyit tudok mondani, amennyi most itt a rendelkezésre álló időben belefér hogy átalakult a piac. Ma már sokkal könnyebb beszerezni bizonyos szereket, nem kell feltétlenül kimozdulnunk a monitor mögül sem, megrendeljük tulajdonképpen gyógyhatású készítményként adott esetben a DHL házhoz hozza, anélkül természetesen, hogy a futárszolgálat erről tudna. Igazából nagyon könnyen tudnak hozzájutni. Az, egy, az a leginkább veszélyesebben az, hogy korábban a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején minden szerről tudtuk, hogy pontosan milyen hatása van, milyen következményei lehetnek, tudtuk, hogy mire számítsunk. Ma az folyamatosan megjelenő új és újabb bio- és pszichoaktív szerek viszont már kiszámíthatatlanná válnak, ezért találkozhatunk olyan cikkekkel időszakosan, hogy úristen itt zombik vannak, itt így viselkedett, kiugrott, leugrott, azt képzelte, azt látta. Sajnos ez mindig olyan lesz, hogy a hatóságok csak futnak ezek után, hiszen abban a pillanatban, hogy egy anyag tiltólistára kerül, abban a pillanatban egy laborban, valahol Ázsiában, valahol közel valahol a Balkánon, valahol máshol rögtön már fejlesztik is ki az újabb kémiai vegyületet, amely viszont még egy darabig nem lesz tiltólistás. A kiskorú veszélyeztetésénél annyit érdemes megjegyezni mindenkinek, hogy ezt a bűncselekményt az a személy követheti el, akinek a felügyeletére a gyermek bízva van. Tehát akkor, amikor a gyermek a szülő, amikor a szülő a gyermekét átadja részünkre, és elviszük mondjuk egy edzőtáborba, akkor természetesen mi felelünk érte. Úgyhogy kérek mindenkit arra, hogy fokozottan ügyeljen az ilyen eseményeknél, ne kerüljetek olyan helyzetbe, amely később aztán jogi felelősségre vonással járhat. Itt érdemes megjeleníteni azt is, hogy ma már elvárható az, hogy egyfajta edzői etiket kialakuljon, ami Nyugat-Európában már régen bevett szokás, de fontos figyelnünk arra, hogy mit engedünk meg magunknak edzőként. Láthatjuk a hírekben, hogy utólag 10-20 évvel később sportolók milyen nyilatkozatokat tesznek edzőkről, mik történtek körülöttünk. Nagyon kérek mindenkit, hogy elsősorban a kommunikációra, kommunikációjára ügyeljen. Próbáljuk meg elhagyni azt a régi testnevelő tanári attitűdöt, amely mindig a, a gyermek pellengére állításán alapul. Mi van Jóska, nem megy? És a hasonló. Már ez is egyfajta bántalmazás. Sok, szerintem sok gyereket veszítettünk el az elmúlt évtizedekben azért, mert az edző, testnevő tanár folyamatosan így kommunikált a gyerekkel. Emellett pedig fontos az is, hogy bizonyos alapszabályokat betartsunk, ne menjünk be azokba az zuhanyzókba, ahol a gyerekek vannak, Nem maradjunk kettesbe a gyerekekkel, ne ültessük csak úgy be az autóba, és vigyük haza. Természetesen a józan parasztész határain belül, ha ismerjük apukát, anyukát, egy kis faluban vagyunk, akkor ez működhet. De egy nagyvárosban, ahol nem tudjuk, hogy ki, kinek a gyermeke, ki hol lakik, stb., ott azért próbáljuk meg először a szülővel felvenni a kapcsolatot, mikor ér oda a pályára, próbáljuk meg inkább megvárni a szülőt, mint hogy beülünk az autóba a gyerekkel. Ha azt gondolnánk, hogy ilyenből Magyarországon még nem volt probléma, akkor az egyik előadásom során a, a, az egyik kollega mesélte, hogy náluk egy buszsofőr vált egy ilyennek áldozatává, őt a kislány azzal gyanúsította meg, hogy molesztálta, kirúgták az állásából, elvált tőle a felesége, és egy évvel később derült arra fény, hogy a gyermek tulajdonképpen ezt csak azért mondta, mert menő akart lenni a kortársai körében. Tehát ügyeljünk arra, hogy nem maradjunk kettesben gyerekekkel, ha beszélgetni akarunk velük, akkor nyilvános terekben, másik edző jelenlétében tegyük ezt meg. A kapcsolati erőszak vonatkozásában azt érdemes látni, hogy, hogy a bántalmazásoknak többféle fajtája van. Beszélhetünk érzelmi, beszélhetünk fizikai Beszélhetünk szexuális bántalmazásról. Ezek közül az egyik leggyakoribb, és ezzel párhuzamosan óriási kárt okozó jelenség az a szóbeli érzelmi bántalmazása a gyereknek. Tehát akkor, amikor a gyermek otthon folyamatosan csak kritikát kap, amikor nem figyelnek rá, amikor letörik a szarvát idézőjelbe, amikor megalázzák otthon, akkor annak nagyon súlyos következményei lehetnek a pályán, azaz mi a pályán észleljük ezt magatartásként. Tehát itt is érdemes máté Gábor azon szavaira gondolni, hogy amikor egy gyerek furcsán viselkedik, amikor lázad, amikor nem fogad szót, amikor, amikor problémásnak tűnik, akkor lehetséges, hogy megint csak a háttérben zajlik egy olyan folyamat, amely őt ezeknek a magatartásoknak a tanúsítására készteti. Itt annyit tudunk tenni, hogy szenzitívek vagyunk arra, hogy például elhanyagolta a gyermek piszkos körmök, nem megfelelő ruházat, mindenki más már 37 kiló, ő még mindig csak 20 kiló akkor igenis ezeket nekünk észlelnünk kell és jeleznünk. A fizikai bántalmazás jelei egyértelműek, kék zöld foltok, nem odaillő sebek, hegek, ezek egyértelműek. A szóbeli már nem ennyire egyértelmű, ott sokszor tényleg csak azt látjuk, hogy a gyermek dacol, a gyermek ellenáll. De hogy mondjak egy kézzelfogható példát erre vonatkozóan. Volt egy játékosom, aki egy Klagenfurtból történő hazaut során a buszon belevizelt egy flakonba. Megálltunk a megállónál, kérdeztem tőle, hogy miért csinálta ezt, hát ott ülnek előtte a kisebbek, a fiatalabbak, milyen példát mutat. Mondta, hogy Jenő a hólyagom, magyarázkodott ott valamit, és tulajdonképpen elengedtük ezt a történetet, hazaértünk, ez az évad utolsó jelenete volt június végén. Augusztusban neki láttunk a közös munkának, és én szeptember-október magasságában úgy döntöttem, hogy csinálok egy csapatépítő délután. Elvittem a játékosokat egy ifjúsági házba, és az volt az első feladat, hogy mindenki mutatkozzon be. A gyerekek először furcsán néztek rám, hogy minek bemutatkozni, hát négy éve együtt focizunk. Ezért én kezdtem a bemutatkozást, és teljes őszinteséggel nyilatkoztam arról, hogy ki vagyok, mi vagyok. Ez az őszinteség átterjedt a fiatalokra, és eljutottunk ahhoz a sráchoz, aki a hazafelé úton a flakonos történetet előadta, és ő teljes őszintességgel nyilatkozott arról, hogy az ő apukája egy nagyon jó menő vállalkozó, és soha nincs otthon. És ekkor vált számomra érthetővé a flakonos jelenet. Ő megint nem csak azért pisilt bele abba az üvegbe, mert hülye akart lenni, Végképp nem azért, mert ő maga hülye lenne, hanem figyelmet akart. Megint azt akarta, hogy a csapat többi tagja vele foglalkozzon. És mivel a voci teljesítményével ezt nem tudta megoldani, talált egy ilyen nem túl jó megoldást, és így járt el. Ezért fontos az, ezért fontos az nagyon hogy amikor látunk egy viselkedést egy gyereken, akkor ne egyből reagáljunk rá. Próbáljuk meg megérteni, hogy mi zajlódik a háttérben. Hogyan is tudunk mi az eddig elhangzottakra reagálni? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a példamutatás. Tehát első körben nekünk magunknak is tartanunk kell magunkat azokhoz a szabályokhoz, amelyek, amelyeket elvárunk a gyerekektől. Nem olyan rég tartottam egy előadást valahol, és miközben tartottam az előadást az egyik egyesület épületében, kitekintettem balra, és az erkélyen ott állt az egyik kollega edző felszerelésben dohányzott. Azon az erkélyen, amely a műfüves pálya fölött helyezkedett el, ahonnan a gyerekek pont őt látták. Ha most mi utána leszúrjuk a gyerekeket, hogy már pedig a sporttelepen tilos a dohányzás, akkor tulajdonképpen olyan diszonancia alakul ki, amely hiteltelenné teszi az egész kommunikációnkat. Nagyon fontos, hogy mi úgy viselkedjünk, ahogy a gyerekektől elvárjuk. Ezzel párhuzamosan javaslom mindenkinek, hogy beszéljék, beszéljétek át közösen a szabályokat a gyerekekkel. Általában elvárás alapú társadalomban élünk. Számtalan konfliktus, családon belüli perpatvar, szakítás, iskolai-munkahelyi probléma adódik abból, hogy nem tisztázzuk, hogy ki mit vár el a másiktól. Ha ennek nem adunk hangot, csak kinyilatkoztatunk, főleg utólag, akkor az nem egy jó nevelési módszer. Hogyan lehet jól szabályokat alkotni? Elsősorban úgy, hogy együtt átbeszéljük a gyerekekkel. Legutóbb Budafokon az U14-es csapatnál csináltunk ilyet, több mint másfél órán keresztül gyúrtuk, hogy mit jelent az, hogy időben megérkezni, mit jelent az, hogy a legjobbamat nyújtom, mit jelent az, hogy tisztelem a szülőt, az ellenfelet, a tanáromat, az edzőt, bárkit. Tehát könnyű azt mondani a gyereknek, hogy légy tisztelet tudó, ha igazából a fogalmat előtte nem definiáltuk. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy ne úgy alkosson szabályt, ahogy 10 évvel ezelőtt én megírtam otthon a 13 plusz 1 pontból álló szabálygyűjteményt, kiosztottam és mondtam, hogy így kell élni. Nem értettem, hogy miért nincs foganatja. Ma már ezt úgy csinálom, valamennyi csapatnál, ahol dolgozom, illetve ha meghívnak csapatokhoz, Budafokon pedig ez nem is meghívás alapon működik, ezt valamennyi csapatnál igyekszem végigvinni, hogy leülünk a gyerekekkel, egy foglalkozást beáldozunk, rádozunk, és közösen átbeszéljük a szabályokat. Aztán ezt lefényképezzük, begépeljük, kinyomtatjuk, feltöltjük a, a... Bocsánat, kinyomtatjuk, aláíratjuk és feltöltjük a Facebook csoportba. Innentől kezdve van egy közös alkotmányunk, amely mentén az évad során lehet élni. Az már elhangzott korábban is, hogy a játék a legjobb tanítóeszköz. A játékok során lehet ezeket a tartalmakat becsempészni, amikről ez idáig beszéltem. Nem az a feladat, hogy az edző prevenciós szakemberré váljon, és minden pillanatban ezzel foglalkozzon, hanem amit az elején mondtam, miközben zajlik egy játék, ha a játékhelyzet összeköthető az élethelyzettel, akkor arra történjen valamiféle reakció. Emellett természetesen lehet izolált prevenciós gyakorlatokat is használni. Sajnos az online térben, itt a webinára alkalmával nincs lehetőség, hogy végigjátszunk gyakorlatokat, de tipikusan ilyen az az érték játék, amit említettem. Ilyen gyakorlat lehet az is, ha bemegyünk az öltözőbe, és azt mondjuk, hogy ma egy fontos dologról fogunk beszélgetni. Nézzük azt meg, hogy mi kell ahhoz, hogy egy sportoló jól teljesítsen. Néhány perc után el fogunk jutni oda, hogy sokat kell dolgozni, sokat kell edzeni, megfelelően kell pihenni, és egészségesen kell élni. Na jó, de mit jelent az egészséges élet? Hát nem kávézom, nem dohányzom, nem fogyasztok alkoholt, nem. Élek kábítószerrel. Oké, okay, a mai napon a dohányzásról fogunk beszélgetni. Akkor most azt kérem, hogy egyes csoport ide, kettes csoport oda, hármas csoport ide üljön. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, megvan a három csoportunk. A feladat a következő. Szedjétek össze, hogy mi a probléma a dohányzással, kettes csapat szedje össze, hogy milyen előnyei vannak a dohányzásnak, hármas csapat, hogy milyen szabályokat kell betartani. 10 percet adunk a gyerekeknek, és ők maguk, ugye azt mondtam, hogy a bevonás mennyire fontos, itt bevonjuk be őket a közös gondolkodásba. Ők maguk fognak együtt arra rájönni, hogy mi a rossz, mi a jó benne, és hogy milyen szabályokat kell betartani. Semmivel sem lennénk előbbre, ha bemennék az öltözőbe, és leordítanám a gyerekek fejét, hogy már pedig ilyet nem szabad. Mi fog itt történni? Az fog történni, hogy a gyerek maga végig gondolja ezt az élethelyzetet, amit lehet, hogy korábban soha nem gondolt végig. Mik az előnyök? Hát tartozom valahova, stresszoldás, ott van az a csaj, aki nekem nagyon tetszik, ezért én is dohány, stb. Mik a hátrányok? Hát drága, büdös vagyok, stb. Milyen szabályok vannak? Étteremben nem lehet, buszon nem lehet, zárt helyen nem lehet, autóba beülve apukámnál nem lehet. Megbeszéltük. És innentől kezdve a bűnmegelőzés olyanná válik, mint a gyógyítás lesznek gyógyítható és gyógyíthatatlan betegek. A gyógyítható betegek most nem itt vannak az öltözőben, de a, a gyógyíthatatlanok nem itt vannak, de a gyógyíthatókon belül is van két verzió. A gyógyíthatón belül van olyan, aki megfogadja a tanácsunkat, és van olyan, aki nem. Ismerünk olyan cukorbeteget, akinek 50 évesen ö, amputálni kell a lábát, ismerünk olyan cukorbeteget, aki 80 éves korában vígan él a cukorbetegségével. Mit fogunk csinálni? Összeszedjük az ajánlásokat. Gyerekek, most már tudjátok, hogy mi a dohányzás előnye, tudjátok, hogy mi a dohányzás hátránya, már csak annyi dolgotok van, hogy eldöntsétek, hogy melyik utat választjátok. És lesznek a gyógyíthatókon belül olyanok, akiknek ez az üzenet átmegy, és ennek megfelelően élnek és lesznek olyanok sajnos, akiken nem tudunk segíteni. A bevonás aktivitásra ösztönzés már többször elhangzott. Itt olyan dolgokra gondolok, hogy tanítsuk meg őket a közösségi létre. Tanítsuk meg olyan dolgokra őket, amiket elvárunk tőlük. Ma már sajnos mindent mesterségesen kell létrehozni. Mit jelent ez a mesterségesség? Például azt, hogy ma láthatjuk a konditermekben azt, hogy funkcionális tréning keretében valaki kalapáccsal üti a traktorgumit. Azt gondolhatnánk, hogy mi a jó Isten ez? Miért van erre szükség? Azért van erre szükség, mert az életünkből kiveszett az, már túlnyomó többségében, hogy kimegyünk a kertbe, fát hasogatunk, hogy ilyen jellegű munkát végzünk. Mi csinálunk? Mesterségesen egy steril környezetben létrehozzuk ugyanezt a mozdulatsort. Az a szomorú helyzet, hogy a 21. században interakciók, szociális helyzetek vonatkozásában is ezeket a mesterséges helyzeteket nekünk kell megkreálni. Háboroghatunk azon, hogy a gyerekek nem maradnak ott edzés után, nem maradnak ott mérkőzés után, nem alakul ki közösség. De igazából ez megint csak annak a következménye, hogy lehet, sem a családjukban, sem máshol az életükben nem látnak ilyen közösségeket. Tehát nekünk kell megtanítani őket arra, hogy próbáljanak meg ezért tenni valamit. Mi, mire gondolhatok itt? Arra, hogy például ne pizzát rendeljünk egy, egy mérkőzés után, hanem mondjuk közösen csináljunk szendvicseket. Mindjárt a 10 perc helyett 25 percet lesz ott a gyerek, mert neki kell megkenni a vajas kenyeret, rátenni a szalámit, akármi. Mikor azt gondolnánk, hogy ez nem ízlik a gyerekeknek, hát azért, hogyha 90 percet végig futballoztak, fölviszünk oda egy adag májkrémet, és meg én ezt csináltam, nekem a feleségem rakta össze a lilahagymás, majorandás májkrémet, úgy ették a gyerekek, ahogy a szájukon befért. Mire tanítottam vele őket? Hogy maradjanak egy picit ott, csináljunk együtt valamit. A, az említett jegyzetbe beleírtam azt a példát is, amely a japán válogatottról szólt, akik a VB után, 2018-as VB után a vereségüket követően olyan szinten kitakarították az öltözőt, hogy tulajdonképpen majd, hogy nem hétfőn a takarítónő fölmondott. Miért történhet meg velük ilyen? Azért, mert kiskorukban erre megtanították őket. Tehát, ha U7-8-ban vesszük egyszer-egyszer a fáradtságot, és közösen rendet rakunk az öltözőben, ha bevisszük őket a szertárba, és megtanítjuk ott a rend fenntartására őket, akkor ezzel bevontuk őket. Még nagyobb álmom az, hogy egy évvégi záró rendezvény ne arról szóljon, hogy süteményt és kólát eszünk és iszunk mi lenne, ha egyszer az elnöktől arra kérnénk pénzt, hogy mondjuk van a focipálya körül egy korlát, leperget róla már a festék, vásároljon már 20 liter festéket, 50 darab becsetet, és a gyerekekkel együtt az edzők, a szülők, adott esetben, akinek van kedve, csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, és együtt teremt valamit a környezetében. Ez igazából a bevonás. Mit tanul ezzel a gyerek? Megtanulja értékelni a munkát, megtanulja értékelni azt, hogy ami körülötte van, az nem magától alakul ki, ezért valaki tett valamit. Elkezd vigyázni rá, kialakul a tulajdonosi felelősségérzet. Olyan felnőtté válik, aki tudja, hogy van társadalmi felelősségvállalás a világon. Fontos tehát az, hogy megtaláljuk ezeket a csatornákat és eseményeket. Mikor? Vannak akott problémák. Például hétvégén az U18-as csapatban valaki feltöltött egy képet a másikról, amikor ő félrészegen ájúdozik a diszkóban. Ez egy akut, remélhetőleg egyszeri eset. Beszélgessünk arról utána, a következő héten. Mondjuk egy ötérték játék, hogy mit lehet ilyenkor veszíteni. Föltesz valaki magáról egy ilyen videót, egy ilyen képet dobjuk be az öltözőbe, hogy hogy járt mondjuk annak idején Karim Benzema és Vábuéna, akik belekeveredtek egy ilyen videós botrányba. Hogy járt most a Manchester United fiatal játékosa, mert valaki föltöltött róla valamit az internetre. Igaz, amit elkövetett? Nem igaz, nem tudjuk, de a karrierje pillanatnyilag romokban hever. Beszéljük ezt át. Hogyan? Megint csak csoportbontással, ti vagytok a, az Angol Labdarúgó Szövetség. Ti vagytok a Manchester United. Ti vagytok a játékos menedzsere. Szedjétek össze, hogy mit nyilatkoztok. Szedjétek el össze, hogy hogyan járnátok el. És ezzel rávilágítunk arra, hogy egy ilyen felelőtlen viselkedés adott esetben ilyen következményekkel járhat. Célszerűen beülni ittasson az autóba. Mit veszíthet az ember? Vannak krónikus jelenségek, ilyen például, amikor két-három játékos között esetleg ellentét van, akkor ezt egy idő után célszerű kezelni. Itt is kitalálni valami olyan gyakorlatot, amivel tudjuk segíteni indirekt módon ennek a kezelését. Ilyen lehet az, hogy például mindenki húz egy nevet, mint annak idején karácsonykor szoktuk megajándékozni egymást. Húz mindenki egy nevet, és megpróbál a másikkal egy hétig barátságos lenni. Úgy, hogy akit húzott, az ne jöjjön arra rá, hogy ő húzta őt. Tehát magyarul egyfajta rejté, rejtve marad mindenkinek a kiléte, de egy hétig a gyerekek próbálnak egymással kedveskedni. Ehhez még hozzájön az, hogy periodizálunk nagyon sok minden, terhelést, taktikai dolgokat. Én azt gondolom, hogy lehet ezt is periodizálni. Lehülünk évelején, és összegyűjtjük azt a 8-10 számunkra nagyon fontos emberi értéket, amit az év során át akarunk adni a gyerekeknek. Bizalom, megbízhatóság, önbizalom, odafigyelés, barátság. És azt mondjuk, hogy szeptemberben a barátsággal foglalkozunk. Októberben a tisztelettel, és ezekre kitalálunk apró feladatokat. Nem kell mindig az edzés időből, nem kell mindig a futballszakmai céloktól elvenni az időt, ha van egy Facebook csoportunk, berakhatunk oda egy filmet, Berakhatunk oda egy jelenetet, kérhetünk a gyerekektől valamiféle beadandót, küldjenek be videót magukról. Kitalálhatunk challenge-eket, amiket nagyon szeretnek. Játékra invitálhatjuk őket. Bármit kitalálhatunk, a kreativitásatok szerintem végtelen, a lényeg, hogy ezzel foglalkozzatok. A bűnmegelőzés egyik legjobb helye, de nem is bűnmegelőzésnek hívnám így a vége felé már azt a tevékenységet, amit itt végzünk, hanem sokkal inkább személyiségfejlesztésnek. Az edzőtábor egy kiváló helyszín ennek. Két edzés között, este-délután tartani egy ilyen gyakorlatot, mint amiről beszéltünk. Egy augusztusi edzőtáborban meg lehet ö, ö, szervezni a szabályalkotás közös délutánját, és akkor már úgy megyünk vissza a saját egyesületünk helyszínére, hogy mindenki tudja, hogy milyen szabályokat kell betartani. A végéhez érve fontos még szótejtenünk a gyermekvédelmi jelzőrendszerről. Itt annyit érdemes kihangsúlyozni, hogy mindannyiunknak van ezzel kapcsolatosan feladata. Mi ez a feladat? Az egyetlen jogi megjegyzés ebben a diasorban tulajdonképpen a 97. évi 31-es, az a gyermekek védelméről szóló törvény, ami nevesíti azokat a szereplőket, akik a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai. Deklarálva nem látjuk benne az edzőket, de ha végignézzük a csoportosításokat, akkor ide-oda be tudjuk magunkat helyezni. Mit kell tenni egy edzőnek akkor, ha a személyiségfejlesztésen túl valóban bűncselekményt vél felfedezni? Valami olyan káros jelenséget, ami úgy gondolja, hogy külső beavatkozást igényel. Én azt tudom mondani, hogy a fokozatosság elvét betartva mindenképpen cselekedjünk valamit. Ez most nagyon egyszerűen hangzik, vagy úgy tűnhet, mintha nem adnék valós tanácsot, de mindjárt kifejtem, hogy mit jelent a valami. Én azt gondolom, hogy egy játékosról észlelitek, egy játékoson észlelitek, hogy eddig koncentrált volt, most dekoncentrált, akkor először a játékossal kell beszélni. Ez nem azt jelenti, hogy oda lépek a 13 éves gyermekhez, és megkérdezem, hogy miért vagy dekoncentrált, hanem azt jelenti, hogy beszélgetést kezdeményezek vele. Lehet, hogy bajnokok ligája mérkőzéstől indulok, lehet, hogy a kedvenc csapatától indulok, lehet, hogy egy hétvégi kirándulástól indulok, de egy kicsit puhatolózom, hogy vajon mi lehet a háttérben. És lehet, hogy pár mondat után maga fog beszélni arról, hogy sajnos válnak a szülei. Lehet, hogy ő fogja elmondani, hogy sajnos megbukott angolból, és emiatt rendkívül feszült. Ebben a pillanatban nincs dolgunk, mert ezzel nem tudunk mit kezdeni, esetleg támogatjuk abban, hogy a tanulás fontos, esetleg azt mondjuk, hogy a héten jöjjön csak két edzésre, tehát megint érezze azt, hogy amit ő elmondott, arra az edző reagál. Ha a gyerek nem nyílik meg, vagy nem mond olyat, amiből tovább tudnánk haladni, akkor menjünk a szülőhöz. Kérdezzük meg a szülőt. Itt már nem kell ennyire körmönfontan közelíteni. Itt lehet mondani, hogy kedves anyuka, apuka, de koncentrált gyermek. Tudunk, tudunk erről valamit? Esetleg tudok ebben bármit segíteni? És lehet, hogy megint csak az anya-apa fogja elmondani, hogy igen, válunk, sajnos meghalt a nagymama, sajnos anyagi nehézségeink vannak, több otthon a vita, bármi előfordulhat. Lehet, hogy a szülő nem kommunikatív, nem együttműködő és nem mond semmit. Akkor megyünk tovább az osztályfőnökhöz, az iskolába. Megkérdezzük az osztályfőnököt, hogy ti is érzékeltétek-e azt, hogy te koncentrált. Ha igen, akkor tettetek-e valamit? Hát igen, mi már elküldtük az iskola pszichológushoz. Nagyon jó, akkor megtették. De lehet, hogy a te jelzésed alapján fogják elküldeni az iskola pszichológushoz. És sajnos előfordulhat az is, hogy az iskolában is azt mondják, hát ők nem látnak semmit, meg amúgy is ez nem az ő dolguk. Ekkor érdemes tovább menni, gyámhatóság, gyermek, jóléti szolgálatok, és ha valami nagyon-nagyon-nagyon durva jogsértést feltételezünk a háttérben, akkor legutolsó esetben a rendőrséghez. A valamit cselekedni tehát az, hogy ne üljünk a babérjainkon, ne dugjuk homokba a fejünket, mert a jelenlegi magyar gyermekvédelmi jelzőrendszer egyik legnagyobb hiányossága éppen az, hogy mindenki hárítja a saját felelősségét, és úgy gondolja, hogy majd a másik cselekszik. Ezáltal nagyon sokszor senki nem avatkozik be semmilyen szintéren. Hogy a valami, és itt csatolok még egyszer vissza ennek a körbejárására, hogy a valami pontosan mit jelent, az mindig az adott szituáció fogja meghatározni. Összefoglalásként azt tudom mondani, hogy a sport önmagában személyiségfejlesztő eszköz, amely segítheti azt, hogy a gyerekek olyan Kompetenciák birtokába jussanak, amelyek révén el tudják kerülni az elkövetővé és az áldozattá válást. Fontos, hogy ebben folyamatosan partnerként tekintsünk rájuk, vonjuk be őket minél többször. Értsük azt meg, hogy a gyerekek nem csak, ilyenok, nem csak ilyenek, nem csak olyanok. Foglalkozzunk a lelkükkel, foglalkozzunk azzal, hogy hogyan működnek a mindennapokban. Már csak azért is, mert ez felnőttként tőlünk elvárható mentor, modell és példaképek vagyunk a szemükben, hiszen hozzánk játszani jönnek. Óriási a felelősségünk, mert egy irodalomtanár, egy kémia tanár sok esetben egy unalmas valaki a gyermek szemében. Ezzel ellentétben hozzánk jönnek, és pattog a labda, és zöld a fű, és süt a nap, és játszunk, és fogócskázunk, és kígyók vagyunk, és medvék vagyunk, és teniszlabda van, és futhatok, és rohangálhatok. Éppen ezért, amit Jenőbá amit Józsibá, amit Réka néni mond, ezek hatványozottan erőteljesek tudnak lenni. Zárásképp engedjétek meg egy saját történetem elmesélését, ami a mai napig velem van, és bizonyítja azt, hogy milyen súlya van a szavainknak. Egyik csapatomnál búcsú bulit tartottunk, mert hogy tovább léptem, és megkértem az U19-es játékosokat arra, hogy hozzunk össze egy találkozót. Szerettem volna tőlük megfelelő módon elköszönni, én egy másik egyesületben folytattam a munkámat. Megkértem a csapatkapitányt, hogy szervezzék meg ezt az eseményt, megtörtént, elmentem velük ö, egy külső helyszínre, és vittem magammal egy füzetet. A füzetbe megkértem, hogy írjanak olyan dolgokat, amelyeket számomra üzenetként, jó tanácsként meg tudnak fogalmazni. Ha aranyköpéseket akarnak, akkor az bármi lehet. A következő jelenet zajlott le, néhányan valóban komolyan vették a feladatot, néhányan elbagatalizálták, és olyan vicces jeleneteket írtak le, amelyeket közösen átéltünk. Majd egyszer csak volt egy fiú, aki egy picit dugta, eldugta ezt a papírt, miközben írt. A végén kitépte ezt a papírlapot, összehajtotta, és odajött hozzám, és négy szem közt csak annyit mondott, hogy Jenő otthon legyen szíves olvasni. Felszálltam a villamosra a rendezvény végén, alig vártam, hogy ezt a levelet kibonthassam, és elkezdtem olvasni. A levélben valami olyasmi állt, hogy a játékoson megköszönte, hogy elfogadtam, hogy neki olyan élethelyzete van, ami én ebben az élethelyzetben óriásit segítettem számára, majd, hogy nem még a családjával ellentétben is én voltam az egyetlen, aki támogattam őt abban az élethelyzetben, és ezért ő nagyon hálás, és minden jót kíván. Mi ebben az érdekes? Az, hogy a mai napig nem tudom, hogy igazából én melyik mondatommal, melyik cselekedetemmel segítettem igazából a gyereknek. Valószínűleg csak azzal, hogy az a filozófia már akkor is az enyém volt, a sajátom volt, amiről eddig beszéltem, hogy meghallgattam, figyeltem rá, de innen látszik az, hogy minden egyes mondatunknak, minden egyes szavunknak óriási súlya van. A gyerekek pszichéjében, mentális térképében ezek valahol elhelyeződnek, és éppen ezért kérek minden edzőt, hogy fokozottan ügyeljen arra, hogy hogyan bánik, hogyan viselkedik, hogyan beszél ezekkel a gyerekekkel, mert ez alapjaiban fogja meghatározni azt, hogy szeretni fogják-e a sportágat, lesz-e labdarúgás Magyarországon 10-20 év múlva, ha lesz, akkor annak milyen minősége lesz, és nem mellesleg, ami a mai webinárium igazi célja volt, ha ilyen gyerekeket nevelünk, akik megtanulják az egymásra való odafigyelést, akkor valószínűleg sokkal kevesebb problémával fognak találkozni az életben is. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Ha bárkiben kérdés merült fel, akkor a dián látható e-mail címen és telefonszámon engem elér. Nem ígérem, hogy azonnal reagálok, nem ígérem, hogy mindig felveszem, de mindig mindenkit visszahívok, és mindig mindenkinek később e-mailben, írásban is visszajelzést adok. Kívánok mindenkinek jó edzősködést, és remélem, hogy azok a módszerek, amik itt ma elhangoztak, további szakmai segítséget nyújtanak karrieretekben és a pályafutásokban.